Én szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma jelen van egy hagyományos rendezvényen. A Veszprémi Akadémiai Bizottság eleddig minden évben megszervezte ezt az eseményt, ahol szakértő kollégák elmondják nekünk, hogy a tavalyi évi Nobel-díjakat kik és miért kapták, mégpedig olyan formában, hogy az a nem szakértő, de magasan képzett értelmiségi közönség számára is érthető legyen. A jelenlévők érdeklődésén túl szeretném megköszönni minden előadónknak azt, hogy vállalta ezt a nem könnyű feladatot. Na most több előadásunk van, mint ahány Nobel-díjat kiadtak, tekintettel arra, hogy a fizikai Nobel-díj az közösen megítélt Nobel-díj volt, de két olyan területről, amit jobb, hogyha külön hallunk. Felkérem ezúton Dombi Péter főorvos urat, hogy a orvos élettani Nobel-díj tartalmát ismertesse, ami pedig a hepatitis C vírus felfedezéséről szól. Kérem professzor urat, ossza meg a prezentációját. Köszönöm. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Megtiszteltetés a tudományos grémium tagjai között prezentálni nagyszerű tudós emberek felfedezését, életútját, amiért azt gondolom, hogy méltóan kapták meg a 2020 évi orvosi, pontosabban élettani orvosi Nobel-díjat közösen. Talán elsőként a Nobel-díjak átadása kapcsán. Munkásságuk vonatkozásában aktualitásokról is szeretnék néhány mondatot mondani, és leginkább a Pallas Lexikon szavai jutnak eszemben, ad astra per aspera, pontosabban göröngyös úton a csillagokig, de úgy is fordíthatnám, hogy az egész életútjuk, az egész mintázatuk, a kutatás és az innováció filozófiáját mondja számomra. Lényegében ők a nagyszerű tudós emberek, akik kitüntetve lettek, Harvey Alter amerikai, Michael Houghton brit és Charles Rice amerikai kutatók. Róluk talán annyit érdemes feltétlenül tudni, hogy praktikusan a tudós emberek így Arthur többek között az ausztrál antigén, a hepatitis B vírusizolálás vagy kimutatás tudós dolgát is kutatta. Brit kutató Houghton lényegében megkapta Koch díjat, és egyébként Rice-ról annyit mindenféleképpen kell tudni, hogy lényegében talán néhány évet leszámítva az utolsó évekig a Hepatitis C centrum vagy kutatási egyetem lényegében Rockefeller egyetem vezető professzora, egyébként ő is Koch díjas. Miről is van szó? 2020 év orvosi, pontosabban élettani orvosi Nobel-díj a három tudósnak, akik a hepatitis C azonosításához vezető nagyhatású munkáinkért kapták a díjat. Tudni kell, hogy ez a vírus, ez a kórokozó végén nagyon nagy problémát, májzsugot, májtumort és világszerte súlyos károsodást, egészség problémát jelent. Tehát talán amikor arról beszéltem, hogy a kutatás filozófiája, innováció, nyílt innováció, akkor a meghívómai szereplően talán azt, hogy mi a máigható tudományos értéke a dolgoknak, nem kell nagyon feszegetnünk reményeim szerint a prezentáció végén. 1940, etályban járunk,
amikor sok-sok egyéb fertőző betegség kapcsán a hepatitis két fő típusát nagyjából a világ leírta, pontosabban az elsőt, kicsit az utazási hepatitiszt, vízzel, étellel terjedő hepatitiszt, mint egy hepatitis A első kórokozónak leírva, majd későbbiekben a hepatitis B-t, amit a vérrel, testnedekkel való terjedés útján való kórokozónak tekintünk. Mind a kettő lényegében nagy kihívás, ez utóbbi a B egy krónikus májzsugolt májtumort eredményezhet, még az első megkeserítheti a dolgát az utazónak, távol-keleti egzotikus országokba utazó embereknek. A challenge az nagy, hiszen a hepatitis, a HIV fertőzéshez, tüdőgyulladáshoz hasonlóan nagyon nagy esetszámmal bír, összesen mindegy 71 millió, 75 millió embert érint a világon, és nagyon sokan, több százezren halnak meg. 1960-as években Blomberg azonosította végül is a hepatitis A után a B vírus létét, struktúráltságát, ezért ő többek között szintén 1970-ben Nobel-díjat kapott. Arthur praktikusan abból indult ki, hogy az újonnan felfedezett hepatitis B vírus kimutathatóság eredményeképpen a vértesztek és a vérátömlesztés kapcsán egy látványos eredményt vártunk, hogy majd az esetszámok jelentősen csökkennek, és megoldja a világ a transzfúzió utáni hepatitiszek nagy problémakörét. Ez azonban valahogy nem jött létre. Azt tapasztalták, hogy az esetszámok még így is nagyok, és közben miután a hepatitis A kimutathatósága is teret nyert, hát végül is meg kellett magyarázniuk az egész logikát, és kiderítették, hogy itt egy új kórokozóval kell, vagy állunk szemben. További vizsgálódásuk eredménye volt az, hogy csimpánzoknak is átadható ez a úgynevezett kórokozó, és a vírus jellegzetességeit módszertani vizsgálódás eredményeképpen kimutatva egy nem A és egy nem egy B hepatitis logikáját vetették fel, ez lett volna az a történet, amit aztán a Houghton munkacsoportja tovább vitt, mint egy genetikai szekvenálást végezve az emberi állati utat, a csimpázok megfertőzését, a vérükből való kimutathatóságát, a DNS nukleuluszból DNS fragmentumoknak gyűjteményét hozta létre, és hát végül is a flavivírusok víruscsaládjába sorolóan RNS vírus logikát illetően kimondták a hepatitis T. Csak megjegyzem, többek között a mai tudásunk szerint a COVID, mint vírus egy más típusú, egy lipidburkos, egy más struktúrájú vírus szerkezetű dolog, de szeretném majd a végén jelezni, hogy van aktualitása a hepatitis C felfedezésének, genomikájának, és akár a mai modern terápiáknak, és akár még a COVID pandémiának is. A nagy kérdés az volt, hogy egyébként ez a C vírus felelőse akkor azért, hogy az A és a B, pontosabban a B hepatitis utáni helyzetben a fertőző májgyulladás csak száma nő, és így a májbetegségek, akár fatás kimenetű betegségek száma nő. Erre egy további vizsgálódás volt szükséges, ez a Washington Egyetemen Rice és munkacsoportjai végezték, akik lényegében hát a vírus replikációját bizonyították. E tekintetben tehát sikerült végérvényesen kimutatni azt, hogy a hepatitis C vírus okozhatta a hepatitis B mellett a vérátömlesztés miatti májgyulladásos eseteket. Ez tehát egy csapatmunka, egy olyan fajta innováció, nyílt innováció, amikor a tudás, mint know-how, az mint egy építőköve a másik munkacsoportnak, és azt gondolom, hogy méltó, különösen a mostani, akár COVID pandémia kapcsán, lásd vírusok, hogy a tudós emberek ezt a élettani orvosi Nobel-díjat megkapták. Hát ők a nagyszerű emberek, ad astra per aspera, göröngyös úton a csillagokon át, itt már egy future, itt már egy történetiség maguk karakterével, amikor is azt mondhatjuk, hogy ez a bámulatos történet, ami aztán megjelent, mint mondat is Arthur szájából, bámulatos látni, hogy mennyi ember gyógyul meg azáltal a napjainkban, ahogy a tudósurak annak idején ezt a dolgot elképzelték, és hát hova fejlődött ez az egész innováció, mert az egy dolog, hogy a hepatitis C-t felismertük, a nagy kérdés az, hogy hogyan tovább, hiszen a hepatitis A-t úgy kell megelőznünk, hogy van már védőoltás, és egyébként figyelünk, a hepatitis B ellen kötelező védőoltásunk van 1999 óta 8 éves kortól adódóan, és hát egyébként a hepatitis C ellen is védőoltásunk, na de!
És itt szeretném az innováció kapcsán a tatabányai munkacsoport egyik nagyszerű kollégáját, dr. Majoros Ildikót tetre hívni, aki a hepatológia szakrendelőt vezeti, és aki a hepatitis C felfedezése utáni mai napjainkig ható, real-time napjainkig ható helyzetben már arról beszél, hogy nem az a lényeg, hogy létezik a hepatitis C vírus, mint nagyszerű történet, hanem abból mi lett az az innováció, ami aztán az emberek sok százezreinek a gyógyulását vagy a prevenciót jelentheti. Még egyszer visszatérve, a hepatitis C a flaviviridék családjába tartozik, azóta a 7 genotípus, 67 szubtípus igazolt, és a világon iszonyatos számú beteg fertőződik meg ezzel, sokan meghalnak, és Magyarországon is az a legnagyobb baj, hogy a fertőzöttek száma jóval nagyobb, mint amiket felismerünk, és hát akit viszont kezelünk, annak jó esélye van, gyógyulás esélye. A betegek 75%-a, 80%-a nem tudja, hogy egyébként fertőzött. Ez egyébként a népegészségügyi probléma. Ugye milyen áthatások vannak COVID-pandémia, vírus, epidemiológia, népegészségügy? Mi a teendő? Hát a teendő az az, hogy 2030-ra mondjuk HCV-mentes legyen Európa, és egyébként a felfedezéstől számítva a vérkészítmények magyarországi szűrésen keresztül ma már, aki mégis megkapja ezt a megbetegedést, az akár, vagy nem akár, hanem az meggyógyuljon. A terjedési módokat igyekeztem említeni, ugye ez parenterális, mint a hepatitis B. Nyilvánvaló, tehát vérútján, testnedvek és egyéb útján terjed, ma már tudjuk, a szexuális út, a perinatális átvétel is ott van, tetoválás, akupunktúra, és ezek alapján rögtön felismerül, hogy kinél szűrjünk, kiknél milyen módon veszélyeztetettek a populáció rétegek, és tulajdonképpen, amikor igazán foglalkozásba ered, de rizikócsoportokat képezünk, akkor érdemes az egészségügyi dolgozókra is visszatérni, hiszen mi is az elmúlt években átestünk ezeken a szűrővizsgálatokon, mint egy kötelező jelleggel, és hát kötelező a szervtranszplantát, a globulinvédő program nyilvánvaló cost-benefit veszélyelet szempontjából a szervtranszplantátok, mint donor kérdés, a lombikbéli program pedig azt gondolom, hogy az egészséges nemzet egészséges utód szempontjából lényeges. Könnyítendő, hogy fölmerüljön az, hogy valakinek hepatitis C fertőzése van, egy kockázatbecslő kérdőjével is rendelkezünk ma már, ami bizonyos pontérték szkór alapján eleve fölveti, javasolt a hepatitis C szűrés, és ennek kapcsán Magyarországon a Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete kezdeményezés segítségével létrejött egy szűrőprogram 8 vidéki városi központban, többek között intézetünkben, Tatabányán. Itt 2 év kitöltés, újbeszúrás, és egyébként aktuálisan 2018-ban 79 fő jelentkezésével, ebből egyébként sikerült egy pozitív szemét kiszűrni. Ez a program folytatódott tovább, ismételt szűrésekre került sor. A negatív eredmény az predikcióban legalább olyan fontos, mint a pozitív, és az is lényeges, hogy ez egy pilot programmal, vagy egy szatelita program, amely a hepatitis B szűréssel is kiegészült. Anonim szűrési program továbbfejlesztéseképpen mondhatjuk, hogy 98 főből 4 fő lett pozitív, ezek olyan arányok, ezt úgy kell végigondolni, hogy ez a 4 fő hogy tudja továbbadni, és hogy eszkalálódik az a történet, akár gondoljunk, mint Anna a hívre, vagy gondoljunk a COVID-pandémiára. Anonim szűrés programként negatív, pozitív esetek 18-ban, anonim szűrési program még negatív, pozitív esetek intézetünkben, és anonim szűrés kapcsán pozitív, negatív esetek 20-ban. Az egész challenge-nek az a lényege, hogy ma már nem az a lényeg, hogy a Nobel-díjasaink által világossá vált hepatitis C léte egy kihívás és nincs megoldás. Ma már azt mondjuk, hogy még korábban az interferonnal és a ribavirinnel is jó eredményeket értünk el. Ma már interferon mentesen, amikor van egy csomó mellékhatása, körülményes injekció, más az edukáció, COVID-pandémia kapcsán különösen így is mondhatnánk. Ma már orális készítmények állnak rendelkezésre, gyakorlatilag mellékhatás nélkül, általában 12 hétig adott terápiával, és ami rendkívül fontos, a felismert és jó időben felismert esetek PCR-rel igazoltan, mintegy 95%-ában akár meggyógyulnak, mert hogy ugye azt nem mondtam hangsúlyozottan, de mondom, a krónikus hepatitis C vírus fertőzés a májcirrózisig, a májelégtelenséghez és akár a biztos emberhez nem méltó halál mechanizmusához, korlátlan helyzetekhez is vezet. Interferonmentesség az azt jelenti, hogy egyre kevesebbet adunk, új innovatív szerek lettek.
Van egy hepatitis regiszter program, ahova az adatok feltölthetők, nagyon fontosak a betegregiszterek, ez az Unióban, Európában, több száz, Magyarországon néhány tucat, nagyon fontos a betegregiszter, hiszen ebből lehet kiszűrni azokat is, akik mégsem gyógyulnak, akiket tovább kell venni, akik már transzplantációra kell, hogy kerüljenek. Azt gondolom, hogy összefoglalva mondhatom, hogy tekintet, hogy a HCV ellen még nem létezik védőoltás, viszont hatékony gyógyszerelés van, a szűrőprogram nagyon fontos, fontos különösen a fiatal rizikóba tartozó fiatalok kezelése, életmódváltás kifejezetten fontos, és nagyon fontos, hogy jó általános állapotban nem eredett májbetegségekkel bíró betegeket fel kell kutatni, ki kell mutatni a kórokozót, és innovatív terápiával meg kell őket gyógyítani, hála Nobel-díjasainknak. Üzenet: gondoljunk, hogy hepatitis C fertőzése lehet valakinek. A tudós emberek gondoltak arra, hogy nem A és nem B, hanem valami újat kell nekik igazolni. Ez a nagyszerű, és ez az Ad Astra per Aspera idézet. Orvosi Nobel-díj 2020 hepatitis C-ért. Hepatitis C vérútján terjedő májgyulladás. Kimondták a hepatitis B mellett. Májgyulladás évente több mint 1 millió ember halálát okozza. Csimpánz véréből mutatták ki egy évtizedes kutatás alapján. Nagy dolog. RRS vírusok csoportjába tartozik, ami képes szaporodni és kiváltani májgyulladást, és igazán Rice és kollégái fedezték fel azt a genomot, ami végül is bebizonyította a vírus szaporodó képességét. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Köszönöm szépen a nagyon világos, nagyon érthető előadást. Én nem látok a chatboxban kérdést, de annyit azért megkérdeznék, hogy mi ennek a vírusnak az a specifikuma, ami miatt sokkal tovább tartott a kimutatása, mint az A-B variánsa? Hát nem mondanám, hogy ez egy lassú vírus kategóriába tartozik. Nyilvánvaló az immunitása válasza is. Nagyon érdekes, hogy még adott esetben pár hét alatt zajlik le adott esetben egy A-típusú vírusbetegség. Itt akár a lappangási idő 70-80-120 nap is lehet valami más a dinamikája ennek a vírusnak, és valószínű, lehet, hogy nem olyan markáns a genitása, vagy az a infekciókészsége, a szervezet válasza, ezért egyrészt nem gondoltunk rá, másrészt az A nyilvánvaló megvolt, a B-t azt kimutattuk, és valószínű, Isten igazából talán arról van szó, nehéz ezt talán megfogalmaznom, hogy nem annyira mutatja meg az arcát. Sok a genetikai eltérés, sok a variáns. Valahogy így tudnám összefoglalni, lehetséges, hogy a kimutathatóságának az volt a határa, hogy nagyon-nagyon emberben gondolkoztunk csak, és a terjedés talán a legfontosabb az, hogy arra gondoltunk, hogy emberről állatra is adott esetben bármi módon vissza. Talán ezt tudnám mondani, a viralitása, vagy az infekció, vagy a szervezet által való kiváltóság az, ami miatt nem gondoltunk rá. Lehet, hogy a kimutathatóság is ezért késett. De hogy ez mennyire egy rejtett vírus, mennyire egy slow vírus a tekintetben, hogy bár klasszikus értelemben nem, mert nem úgy lassú vírus, ahogy a lassú vírusokat értjük, hogy van egy betegség, a limfóma, amiben mondjuk egy úgynevezett matterát, egy antitestet adunk, ami fel tudja lángoltatni a hepatitis C vírust úgy, hogy egy hepatitis mágyulladást okoz. Tehát ma már nyirokdaganatos kezelésben először egy hepatitis C vírus szűrünk, hogy egy úgynevezett target antitestterápiát adjunk, mert különben nem adhatom. Egy szóval talán azt gondolnám, hogy maga a vírus természete olyan, ami a kimutathatóság alatt is egy rejtőzködő történet volt. Köszönöm szépen. További kérdés nem lévén szeretném megkérni Gurin Pétert, hogy Roger Penrose fizikai Nobel-díjas eredményeit mutassa be. Köszönöm a szót. Az idén a fizikai Nobel-díj azért különösen érdekes, mert egy matematikus kapta, és két csillagász. Felerészben egy matematikus kapta, Roger Penrose, és másik felerészben pedig két csillagász, Genzel és Gez. Őről a következő előadó fog beszélni. Én Penrose-ra fogok koncentrálni, hogy ő miért kapta matematikai fizika, amiért ő kapta a Nobel-díjat. Az indoklásban az áll,
hogy annak a bebizonyításáért, vagy matematikai igazolásáért, hogy az általános relativitás elméletnek a fekete lyuk képződés egy robusztus következménye, tehát nem csak egy olyan véletlen, hogy éppen akár keletkezhetnek is fekete lyukak, hanem ez egy kvázi szükségszerű. A BBC úgy konferálta, hogy ő volt az az ember, aki megmutatta, hogy a fekete lyuk az nem lehetetlenség. Na, miből is indul az egész történet? Einstein és az általános relativitás elmélet a kiinduló pont. 15 végén, novemberében publikálta Einstein az általános relativitás elméletet, amit ezek az Einstein egyenletek írnak itt le. Ide föl is tettem, nem azért, hogy nagyon sokat tudnék róla mondani, vagy kellene itt róla mondani, de azért annyit, hogy így egyszerűnek látszik, ez így leírva ez az egyenlet, de valójában ez itt minden műnő index végigmegy a térkoordinátákon, időkoordinátákon, felvett x, y, z és t komponens, tehát ez egy 4x4, 16 egyenlet igazából nem is egy, de nem is ez vele a nehézség, hanem ez egy erősen nem lineáris, parciális, differenciál egyenletrendszer. Einstein azzal is küzdött 6-8 évig, hogy ezt az egyenletet felírja, de mire sikerült neki, akkor sem nagyon volt róla fogalma se, hogy hogy kéne megoldani ezeket az egyenleteket. És ehhez képest egészen meglepő, hogy egy Karl Schwarzschild nevű német csillagász fizikus két hónappal az Einstein egyenletek publikálása után közölte az első nagyon speciális esetre vonatkozó, de nagyon fontos, exakt megoldását ezeknek az egyenleteknek. Azért nagyon érdekes, egy pár szó tényleg erről a Schwarzschildről annyit mondanék, hogy 12 hónappal később megoldotta az Einstein egyenleteket, és fél évvel később meg is halt. Ugye látjuk, hogy 15-16-ban vagyunk az első világháború idején, Schwarzschild német hadseregben szolgált az orosz fronton, a keleti fronton, és volt valami autoimmun betegsége, ami ott tehát nem harccselekmény közben halt meg, de végül is a világháború áldozata lett. Pedig egy igen, ez a Schwarzschild sugár őrzi az ő nevét, meg ez a Schwarzschild megoldás őrzi az ő nevét, de egy igen széles látókör, és nagyon sok tekintet, nagyon, nagyon széles spektrumon dolgozó csillagász fizikus volt, de itt nincs idő róla többet beszélni, pedig megérdemelné. Annyit mondanék csak róla, de föltettem ezeket a Schwarzschild megoldását az Einstein egyenleteknek, nem fogok erről megígérem semmit részleteset mondani, csak azt tessék megérteni, hogy van a téridőben két esemény, közöttük a távolság dr, és az időbeli távolság dt. Ja, igen, elfejtettem mondani, elnézést, ez az egész arról szól, azért nagyon speciális a Schwarzschild megoldás, mert arról szól, hogy van egy teljesen gömbszimmetrikus tömeg. Az egész világegyetemben semmi más nincs, csak egy nagy tömeg középen. És ennek a tömegnek van valamekkora sugara, van valamekkora nagysága, és azon kívül írja le ez az egyenlet a térnek és az időnek a viselkedését. Mert az Einstein egyenletek szerint, ha egy nagy tömeget helyezünk a térbe, az megváltoztatja annak a térnek a szerkezetét, a távolságoknak az értelmét, a hosszúság skálát megvariálja. Összekeveri kicsit az időt a távolsággal, nagyon furcsa dolgokat képes ez a tömeg csinálni magával a térrel. És ebben az egyenletben ez a dr, ez a középponttól mért távolság, a dt az az idő, és azt tessék csak észrevenni, hogy a dr négyzet előtti együttható az pozitív, a másik a dt négyzet előtti együttható meg negatív. Ebben az egyenletben ez különbözteti meg a távolságot az időtől. Az idő előtti együttható az negatív, a tér a távolság előtti együttható pedig pozitív. És az a furcsaság, hogy ebben az egyenletben felbukkan ez az RS, azóta Schwarzschild sugárnak elnevezett hosszúság dimenziói mennyiség, és hogyha ez az R a középponttól, a csillag középpontjától mért távolság eléri ezt az RS-t, akkor megfordul ez a két előjel. És az idő előtti előjel, mivel ez itt a zárójel, az negatív lesz, ezért a negatív-negatív az pozitív lesz, ez pedig pont fordítva, tehát olyan, mintha helyet cserélne az idő a távolsággal, így formálisan. Ezt a jelenséget. Ha ez bekövetkezik, hogy egy M tömeg, ez alá az RS sugáron belül ez a nagy M tömeg helyezkedik el, akkor ezt fekete lyuknak hívjuk. Mindjárt egy picit még megpróbálom jobban is elmagyarázni ezt a dolgot. Már a 18. század végén John Michell és aztán Pierre Simon Laplace, a híres francia matematikus is feltették azt a kérdést, hogy ha egy M tömegű bolygóról, nagy M tömegű bolygóról egy kis M tömegű test elindul, akkor
a bolygó sugara R, a felszínről indul ez a test, akkor ez el tud-e onnan szakadni? Mekkora sebességgel, milyen magasra emelkedik? Igazából ez már Newton foglalkozott ezzel a problémával. És ez egy nagyon egyszerű, a klasszikus fizikában a newtoni elmélet alapján tárgyalható kérdés, hogy a kinetikus energia, ez az 1/m² V négyzet, ha elegendően nagy, akkor le tudja győzni a gravitációs potenciális energiának a fogságát, amit ez a másik tag, ez a G-szer nagy M kis ember elrad meg. És akkor észre lehet venni ebben az egyenletben rögtön, hogyha az R a Schwarzschild sugárral egyenlő, vagyis a bolygó sugara a Schwarzschild sugár, akkor a szökési sebesség, amit ebből az egyenletből az ember kiszámol ezt a V-t, az pont a fénysebesség, amit már akkoriban is pontosan tudtak, elég pontosan lemértek. Tehát ez azt jelenti, hogy ha elegendően nagy tömeg helyezkedik el elegendően kicsi sugáron belül, akkor annak a csillagnak, bolygónak, bárminek, tömegnek a felszínéről elindul egy fény, darabka, hogy nem tudták akkoriban pontosan, hogy mi az, hogy fény, meg nem volt még ilyen fogalom, hogy foton, meg ilyesmi, de a fény bármi legyen is, az mondta Laplace, ha az egy anyagi valami, aminek tömege van, akkor nem tud elszakadni onnan. És érdekes, nagyon érdekes, hogy ez a teljesen egyszerű klasszikus számolás, ez pontosan megadja a Schwarzschild sugarat, ami egy sokkal bonyolultabb elméletből, az általános felvetítés elméletből jön ki, ennek ellenére mégis a klasszikus és a modern számolás egybeesik, ennek a részleteiben, hogy miért is nem mennék bele, de igazából a gravitációs vörös eltolódás és a klasszikus, bocsánat, itt ez kék, na mindegy, jó, na ezt hagyjuk, inkább ezt ugorjuk. A lényeg az, hogy az volt a mondás, hogy fekete lyuk igazából nincs is, nem jön létre. Azért nem jön létre, mert a normális részén a világnak nincsen elegendően nagy tömeg, elegendően kicsi térfogatban. Ha itt visszugrunk erre a képletre, akkor itt ez a Schwarzschild sugárnál látszik, hogy minden tömeghez tartozik egy sugár. És ez a Schwarzschild megoldás, ez csak a tömegen kívül írja le a T-idő viselkedését. Tehát az fontos, hogy ez a nagy M tömeg, ez a saját magához tartozó R-es sugáron belül helyezkedjen el. Ez a lényeg. És hogyha ez a tömeg nagyon nagy, akkor ez a sugár is vele arányosan növekszik, de a térfogat az ugye a sugár köbével megy, ezért az átlagos sűrűség, az ugye tömeg per térfogat, az 1/R négyzettel fog skálázódni, tehát minél nagyobb a tömeg, annál kisebb átlagos sűrűséggel is előfordulhat, hogy a tömeg az behúzódik a saját Schwarzschild sugara alá, azon belül helyezkedik el, nem kell hozzá extrém nagy sűrűség. Az ember azt gondolná, hogy nagy sűrűségű anyag, hol van nagy sűrűségű anyag, például az atommagok belsejében van nagy sűrűség, de az atommag nagyon picike, de nem elég picike, sokkal-sokkal kisebb kéne legyen egy atommag tömegű test ahhoz, hogy fekete lyukká tudjon alakulni. Ha pedig nagyon nagy ez a tömeg, nem csak olyan pici, mint az atommag, hanem óriási, mondjuk több száz, több millió, több milliárd naptömeg, akkor viszonylag kicsi sűrűség is elegendő már, hogy ez bekövetkezzen, viszont az a sűrűség, az nagyon nagy teret kell kitöltsön. És ilyen a csillagászok megfigyelését szerint nem nagyon volt. De aztán fejlődött a magfizika, megértették a csillagfejlődést, és rájöttek, hogy a szupernova robbanások maradványaként létrejöhetnek megfelelő feltételek. Aztán Oppenheimer és egy tanítványa a 39-ben publikált egy cikket, ez ugyanaz az Oppenheimer, aki a Manhattan projektben később az atombomba fejlesztését vezette, hogy ők megmutatták, hogy valójában tényleg a Schwarzschild megoldás az nem csak egy lehetséges megoldás, hanem egy fejlődésnek az eredményeként tényleg, hogyha gömbszimmetrikusan helyezkedik el az anyag, akkor a gravitációs összehúzódás ténylegesen fekete lyuk képződéshez fog vezetni. Einstein nem hitte el ezt az egészet, és ő publikált is egy cikket arról, hogy ez az egészet csak valami matematikai félreértés, valójában a fizikai realitás nem ez. És akkor jött a képbe Penrose, aki másik nagy ellenvetés az volt, hogy itt a gömbszimetria nagyon fontos. A Schwarzschild megoldásban is, az Oppenheimer cikkében is minden a gömbszimetriára épül. És arról volt szó, hogy azt gondolták az emberek, hogy persze, hogyha van egy erős gravitációs tér, és az húzza össze az anyagot, és mindenki pontosan középre megy, akkor persze mindenki középen találkozik, és ott valami nagyon durva dolog történik. De valójában soha nem tökéletesen szimmetrikus a való világ, és akkor a egymás felé mozgó kicsi anyagdarabkák elkerülik egymást, és akkor nem lesz már ott olyan nagyon huncutabb viselkedés a dologban. Na és akkor jött a képbe Penrose, és fiatalabb munkatársa Stephen Hawking, akik megmutatták, kimondták ezeket a bizonyos szingularitás tételeket, és ezért kapta most Penrose a Nobel-díjat, hogy a szingularitás létrejötte, ez a nagyon speciális effektus, hogy ott tényleg végtelen nagy lesz a sűrűség a térnek egy adott pontjában, és tényleg nem engedi elmenni a fényt sem. Ez
nem csak nagyon speciális, szimmetrikus esetekben megoldása az Einstein egyenleteknek, hanem általános, robusztus tulajdonsága. Az a különbség a Schwarzschildhoz képest, hogy a Schwarzschild explicit megadta, konstruktívan meg is oldotta az egyenleteket. Veroz nem oldotta meg, nem adta meg a megoldást, csak azt mutatta meg, hogy megoldható, és a megoldás olyan lesz, hogy fekete lyuk lesz a közepén. És akkor hirtelen elkezdték az emberek elhinni, hogy ilyen tényleg létezhet, közben felfedezték a kvazárokat, amik ezt kísérletileg is kezdte a csillagászat ezt úgy körbejárni, ez majd a következő előadó biztos beszél róla, de befutott ez a fekete lyuk elnevezés, és Dickey, aki az ötvös kísérlet pontosításáról is ismert, találta ki ezt a fekete lyuk elnevezést, amit aztán John Archibald Wheeler futtatott be egy előadásában, aki egy nagyon neves kozmológus. Picit részletesebben még annyit, hogy itt van ez a másik, ez a rossz arcú ember, ez itt Hawking fiatal korában. Igazából bemutatták új topológiai, innovatív módszereket alkalmazva, belátták, hogy az anyag energia sűrűsége pozitív, akkor kialakulnak a szingularitások. Ez a bezáró trap surface, vagy bezáró felület, ez volt a kulcs fogalom, amit Penrose megalkotott. És ő aztán azt Hawking kiterjesztette időben megfordítva az univerzum keletkezésére, és azt mutatta meg, hogy az ősrobbanás is egy általános dolog, nem valami nagyon speciális világ, amilyen. És végül 1970-ig fejlesztették meg, igazából azóta is, de 70-re így kiteljesedett ez az elmélet, főleg kettőjük munkája nyomán. Mellékesen Hawking Ellis-szel megírta a Large Gestalt of Space Time című tankönyvet, ami azóta is a témakör klasszikusa, nekem az első elméleti fizika könyvben volt. Magyar vonatkozásokról sajnos nem tudok, a Weab régióban nem foglalkoztak ilyenekkel, akkoriban sem és most sem. Magyarországon igen, de én ezekről keveset tudok, de a KFK-ban vannak, és Budapesten vannak relativitás elmélettel és kozmológiával foglalkozó szakemberek, vannak is itt ilyen konferenciák, ezt a képet azért tettem ide, a kollégám tegnap küldte nekem, hogy Hawking 1987. szeptemberében a KFK-ban tartott egy előadást. Igazából Hawking 2 éve meghalt, most ez nem az én tisztem, hogy bíráljam a Nobel-díj bizottságot, de el kell mondjam, megmondom őszintén, hogy ez egy kicsit, ha egyszer a fekete lyukak kapcsán kiosztottak egy Nobel-díjat, akkor Hawkingnak ott lett volna a helye, szerintem mindenképpen, és megvárták, mint meghalt, és most kiosztottak egy Nobel-díjat. Ez nem volt szép a Nobel-díj bizottságról, de ez az én magánvéleményem. Jó. Még egy pár szót annyit mondanék, hogy amit 65-ben Penrose publikált, és erre kapta a Nobel-díjat, ez egy egészen elméleti, matematikai, fizikai cikk, nézzék meg, azért tettem ide, egyetlen fiaképlet nincs benne, egyetlen egy ábra, és az egész összesen sokat mondok szűk 3 oldal, inkább 2 egész valamennyi. Nincs semmi olyan sallang, ami manapság minden cikken divatos, nincs absztrakt, nincs köszönetnyilvánítás az OTK-nak, vagy nem tudom, NSF-nek, meg nem tudom kinek. A hivatkozási listája is csak ennyi, és abban is egész sok a szöveg, alig egy pár dolog. Ez egy letisztult, mégis Nobel-díjat érő cikk. A előző cikkben lévő ábra, ez az ábra van itt kinagyítva, és mellé téve most az indoklásban, amit most a Nobel-díj bizottság honlapjáról töltöttem le, ezt a jobboldali ábrát, és ez ugyanaz az ábra, csak annyit fejlődött a tudomány 65 óta, hogy ilyen szép színes szagos lett a prezentáció, de itt látszanak a fénykupok, hogyha közeledünk az esemény horizonthoz, ez a piros itt az esemény horizont, középen a kék a szingularitás, ugye a fénykupok megdőlnek, és a tér és az idő helyet cserél egymással. Ez ugyanazt mutatja, hogy itt, ahogy közeledünk ezen a fekete vonalon az térben, az átfordul, mint egy időbe, és azért nem lehet a fekete lyuk eseményhorizontján belülről kiszökni, mert ott a tér úgy kezd viselkedni, mint amúgy az idő. És az időben csak egyfelé, csak előre lehet haladni. Az időben nincs visszaút. És amikor bemegyünk az eseményhorizont alá, akkor a Schwarzschild megoldásból világosan látszik, hogy a tér és az idő helyet cserél, és a térben csak előre, csak befelé, csak a szingularitás felé lehet menni, ugyanúgy, ahogy egyébként az időben is csak egyfelé lehet menni, és ezért nincs visszaút. Így nagyon egyszerűen. Itt van még a bal oldalon egy Penrose diagram, ez másik nagy innováció volt Penrose-nak, hogy kitalálta ezeket a Penrose diagramokat, de hát itt erről ennyit, és akkor köszönöm szépen a figyelmet. Még ha van 1 percem, akkor annyit mondanék, hogy itt olyan dolgokat tettem ide föl, amik még Penrose egyéb munkái, például itt bal oldalon fölül pont 10 évvel ezelőtt a kémiai Nobel-díjat a kvázikristályokért adták,
ennek szoros köze van Penrose a kvázikristályokhoz vezető matematikát már sokkal korábban, 10 évvel korábban meg felfedezte tulajdonképpen, ez látható itt ezen a kék-zöld felső ábrán, szintén egy Penrose diagramja a téridőnek, és itt van egy magyar nyelven is megjelent könyve, a Császár új elméje, ami egy nagyon, nagyon izgalmas, nagyon érdekes könyv a matematikáról, az algoritmus elméletről, a fizikáról, a kozmológiáról, a tudatról és mindenről. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem könnyű olvasmány, de nagyon izgalmas, meg itt a Penrose háromszög még felül. Na jó, tényleg úgy látom, tényleg lejárt az időm. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen Gurin Péter előadását erről az egyáltalán nem könnyű témáról, és úgy gondolom, hogy egyáltalán nem baj az, hogyha az előadó magánvéleményt fogalmaz meg, az előadása során, itt Hawkingra utalok, aki valóban megérdemelte volna a Nobel-díjat annak alapján is, amennyit én hallottam róla. A chatboxban nem látok kérdést, úgyhogy emiatt kérném szépen Németh Csabát, már nem is kérem, mert látom megosztotta az előadását, hogy Genzel és Gez tudományos munkásságát, illetve felfedezéseit mutassa be. Szép jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Nos, Péter mesélt a fizikai Nobel-díj felét elnyerő Penrose-ról, aki az elméleti szálat bontotta fel a fekete lyukak kapcsán, a fizikai Nobel-díj második részét pedig a kísérleti, megfigyelési, empirikus vonal miatt kapta ez a két tudós, Reinhard Genzel és Andrea Goetz. Ez a kép, ami itt van, ez a fekete lyukak és a tejútrendszer legsötétebb titkai, ez szintén a Svéd Akadémiáról származik, egy gondolatébresztő kép, de akkor néhány szót szólnék az előadókról. Itt ugye a Nobel-díj bizottság mindenkori rajzolója szokott képeket készíteni, ezt bizonyára sokan látták. Itt van a három kép. Hát Penrose-t egy kicsit kifakítottam, mivel róla Péter beszélt, én pedig a másik két tudós kollégájáról szeretnék néhány szót mondani. Ugye ők egy a galaxisunk központjában levő szupernehéz kompakt objektum felfedezéséért kapták megosztva a Nobel-díj második felét. Ugye látszik, hogy óvatosan fogalmaz a Nobel-díj béke bizottság, nincs benne, hogy fekete lyuk. A tudományhoz ez hozzá tartozik, hogy úgy fogalmazzunk, hogy ne lehessen belekötni. Nyilván a kísérleti, empirikus, csillagászati megfigyelés ennyit tud mondani. Na mindjárt majd látni fogjuk, hogy mit is jelent, de előtte néhány szó dióhéjban a két díjazottról. Andrea Goetz, amerikai csillagász, a díj átadásakor ugye a UCLA-nél dolgozott. Itt egy rövid életútja, hol szerezte a BSc-jét, MSc-jét, PhD-jét, utána hol dolgozott. Látszik, hogy kaliforniai intézményekben történt mindez. Kiemelik még, hogy ő a negyedik hölgy, aki fizikából Nobel-díjat kapott, ugye az első Marie Curie volt. Csodálom, hogy ezt még megmerték említeni a mai genderhisztis PC világban, hogy hölgy, aki a negyediket kapta. Annyit még szeretnék elmondani róla, hogy gyerekkorában az első űrhajós szeretett volna lenni, és fontosnak tartotta kiemelni, hogy az egyik legbefolyásosabb példaképe az középiskolai kémia tanárnője volt. Tehát a középiskolai
oktatás fontossága, a szerep, a példamutatás fontosságát szeretném ezzel én is kiemelni őt követve. Másodikként szerepel itt nálam Reinhard Genzel, a munkahelye a díjátadásakor, szintén egy kaliforniai egyetem, ugye a Berkeley, és mellette még a Max Planck intézet egyik részlegének az igazgatója is volt ebben az időszakban is. Nagyon röviden az életútja, nem sorolom fel, ugye Németországba szerezte a fokozatait, majd ő is az USA-ban dolgozott tovább. Itt nagyon röviden a következő diába csak összegyűjtöttem, milyen díjakat ért el az életútja során. Érdekességként még megemlíteném, hogy ifjú korában a gerelyhajítás egyik legjobbja volt. És itt megint az előző díjazottunkkal kapcsolatban eszembe jut, hogy ha netán ifjú korában ő sportkarriert választ a tudomány helyett, akkor most az emberiség esetleg egy olyan minden felülmúló eredménnyel gazdagodott volna, hogy mondjuk egy farudat valaki másfél centivel távolabb eldob, mint az utána következő legjobb, és szemben ezzel az eredménnyel, mert ő a tudományos karriert választotta. Tehát megint a példakép, a társadalom ösztönzése, hogy ki miben teljesedjen ki. No, ez egy rövid kitérő volt. Penrose, ahogy az előző előadásban elhangzott, ugye 65 éve már nagyon finom, nagyon precíz matematikai eszközökkel leírta a fekete lyukak képződésének lehetőségét, ahogy Péter említette. Hát ugye kérdés az, hogy hol van fekete lyuk, ha van. Ugye az első válasz mindjárt az volt, hogy az úgynevezett kis tömegű, itt ugye a relatív az, hogy mi a kicsi, a kisebb tömegű fekete lyukak, azok szupernova maradványokban kerülhetnek elő. Például itt a jobb felső sarokban bizonyára sokan látták már ezt a gyönyörű képet a rákködről. Ez egy szupernova maradvány. 1051-ben figyelték meg kínai asztrológusok, leírták, hát azóta ugye fölrobbantott egy hatalmas masszív csillag, gázrétegeit ledobta, hatalmas sugárzás ma is bevilágítja, a közepén pedig ott volt valami nagyon masszív, pici, hát nem fekete lyuk, tudjuk, hogy ez egy pulzár, de ilyen esetekben fekete lyuk is képződhet. Azaz nagy tömegű csillagok felrobbanásakor szupernova maradványként lehet egyrészt fekete lyuk. Aztán a 60-as években fedezték fel az úgynevezett kvazárokat, ez a csillagszerű rádióforrások. Tehát olyan objektumok, amik iszonyú energiával sugároznak rádiótartományban is, viszont nagyon picik csillagszerűek. Ezért nevezték ilyen kvázi csillagnak őket, erős rádióforrásnak. Az egyik leghíresebb, ez a 3C273-as kvazár, ezt a híres Cambridge-i rádiócsillag felmérések során 1959-ben detektálták. 63-ban Martin Schmidt írt a Nature-ben egy cikket, amiben a vörös eltolódását mérve kiszámolta, hogy közel 2,5 milliárd fényévre van. Az itteni két kép az már a Hubble űrtávcsővel készült erről az objektumról. No, tehát ez egy kvazár. De mi is ez a kvazár? Lassan a 60-as, 70-es években kiderült, hogy ez bizony galaxis mag, tehát a galaxisok közepén elhelyezkedő hatalmas, iszonyú nagy tömegű szörny, amiből rettentő nagy energiák jönnek ki.
Itt a dián középen a kis fekete pötty jelzi is, hogy ott bizony egy fekete lyuk van. És ez a fekete lyuk, ami a galaxisok közepén fordul elő, ez jóval nagyobb tömegű az előzőeknél, ami egy szupernova maradvány, ez több millió vagy akár milliárdszoros naptömegű fekete lyuk is lehet. Tehát ez szépen a csillagászok és a csillagfizikusok munkája során kezdett körvonalazódni, hogy a galaxisok központjában, majd minden galaxisnál egy ilyen hatalmas fekete lyuk található. Fölmerült a kérdés, hogy mi a helyzet a mi galaxisunkkal. Ugye itt van a tejútrendszerünk, látszik, hogy ott a nap a 100 000 fényév átmérőjű galaxisunkban, olyan 26 000 fényév távolságra a központtól ott van a mi napunk, naprendszerünk. Nyilván ez nem fénykép, tehát nem az Andromédában honos kis zöld emberkék küldték nekünk szívességből. Ez egy számítógépes szimuláció, hogy hogy néz neki felülről a gyönyörű spirál galaxisunk. No, tehát ott van a központ, tőlünk jó messze. És durván 100 éve Harlow Shapley elsőként azonosította a tejútrendszer központját a nyilas csillagkép irányában. Hát most megint csak érdekességként, hogy ki milyen szakmát és karriert választ. Harlow Shapley gyerekkorában nem nagyon tervezte, hogy tudós lesz. Igazából, mikor szakmát kellett választani, ő újságíró szeretett volna lenni, de mikor felvételizni kellett volna, kiderült, hogy oda már minden hely betelt, elővette a silabuszt, és megnézte, hogy mi az ABC sorrendben az első szak, amire felvételizhetne, az az archeológia volt, de azt mondta, hogy arról nem tudta, hogy micsoda, ezért a következőt az asztronómiát választotta. No, ennek ellenére, hogy ilyen véletlenszerű volt a választása, rengeteg jelentős csillagászati eredmény fűződik a nevéhez, többek közt ez, ami számunkra most itt fontos lehet. Később egy erős rádióforrás találtak ott, ugye a nyilas csillagképben, és ezt a Sagittarius A csillagnak nevezték el. Ezt már a rádiócsillagászat elején Karl Jansky is felfedezte, hogy valahol ott a tejútrendszer közepéből jön valami erős rádiósugárzás. Majd a 60-as évek vége felé világossá vált, hogy ez a Sagittarius A csillag, ez valóban ott a tejútrendszer középpontjában van, és körülötte keringenek a galaxisunk csillagai. A mi napunk, naprendszerünk számára durván 250 millió év kell egy ilyen fordulathoz, hát azt kevesen várjuk végig. No, Genzel és Getz a 90-es években ezt a központi régiót kezdte vizsgálni. Ekkoriban kezdtek munkába állni a nagy teljesítményű távcsövek, amiről néhány szót még szólni fogok, hiszen nagy fontossággal bírnak ebben a felfedezésben. Ők a tejútrendszer közepe körül keringő csillagok mozgását figyelte meg, és a pályák elemzése, a pályák meghatározása alapján arra jutottak, hogy egy hatalmas tömegű, láthatatlan objektum fekszik a magban, amely befolyásolja ezt a mozgást. Láthatatlan. Ugye egyrészt azért is láthatatlan, mert nehéz megfigyelni, de erről majd megint később szólnék. Amit sikerült nekik megfigyelni. Itt van néhány fontosabb csillag rajza, és ezek közül talán a legfontosabb, ez az S2-es jelű, aminek mindössze 16 évre van szüksége, hogy megtegyen egy teljes ellipszis pályát a vonzó centrum körül. Ugye a pályákból szépen ki lehet számolni, hogy hol is lehet ez a vonzócentrum, és körülbelül mekkora, vagy minél pontosabb a pálya, ugye annál pontosabban lehet a tömeget is meghatározni. És megint itt van ez a szuper nehéz kompakt objektum, fekete lyuk, az csak zárójelbe szabad hozzátenni. És ami itt a jobb alsó számot jelenti, ez amikor a legközelebb van
az S2-es csillag ehhez a Sagittarius A csillag komplexumhoz, vagyis objektumhoz, ez olyan 125 csillagászati egység, ez az astronomical unit. Ez azt jelenti, hogy a Föld-Nap távolság, tehát ez egy olyan 125 Föld-Nap távolságra van. Hogy egy kicsit kontextusba helyezzük ezt, ezen a másik ábrán már látszik is, hogy hol vannak a mérési pontok. Ugye durván 30 éve vizsgálják ezt, tehát az S2-nek már majdnem két körülfordulását is lehetett látni, tehát egy teljeset mindenképpen, és a többi ellipszis pályára illesztett adatok is láthatók. Itt a fizikai szemléből vett ábra jobb alsó sarkában látszik, hogy a Sedna bolygó a Kuiper-övben, az Eris, a Pluto ugye a legkülső törpe bolygónk, a Neptunusz, az már nem is látszik szinte a Neptunusz pályája, hogy milyen kicsi ehhez képest. De hogyha ezt a 125 astronomical unit, tehát a csillagászati egységet nézzük, körülbelül a Voyager 2-es az most ilyen távolságra van tőlünk. A Voyager 1-es meg már 150 az csillagászati egységre van, ami azt jelenti, hogy már egy ember alkotta a szerkezet, messzebb jutott a naptól, mint amilyen közel jutott az S2-es csillag a központi hatalmas, láthatatlan objektumról. Ezen az ábrán, nyilván ez már nem fénykép, ez már egy rajzolt ábra, és ez látszik, tehát így durván 120 Föld-Nap távolságot ír a rajzoló erre. No, hát miért is nagy dolog, nagy mondás az, hogy ez sikerült így meglátni, megmérni, mivel a tejútrendszerünk központi régiója, az nagyon átláthatatlan. Sok a por, sok a köd, sok a gáz, éppen ezért a látható tartományban, optikai tartományban ez nem is lehetséges. Infravörösben kell mérni, kell nézni. Itt ez a 2,2 mikrométeres tartomány volt a fő vizsgálati eszköz, hordozó eszköz, amivel információt nyertek. Ugye a látható fény, ugye a vörös tartomány az a 0,7 mikrométer, tehát ez a fölött durván háromszorosa hullámhozban ez a tartomány. És ami nagyon fontos dolog, a műszerek. Andrea Goetz a Hawaii-ban a több mint 4000 méteres vulkán tetejére telepített Keck Observatórium IKER teleszkópjait használta. Ezek közel 10 méteres átmérővel bíró, hatalmas teljesítményű távcsövek. Ezek kellettek ahhoz, hogy azt a régiót képesek legyenek feltérképezni. Hát néhány szép képet így gyorsan mutatnék. Erre majd még visszatérnék, hogy mik is ezek a lézernyilak itt az obszervatóriumból. Reinhard Genzel pedig az Európai Űrügynökség által épített és üzemeltetett nagyon nagy teleszkóp rendszerén dolgozott és végezte a méréseit. Ez az a Atacama sivatagban van, ez is több mint 2000 méter magasan. Ez a sivatag iszonyú tiszta a levegő, nagyon száraz, alig van benn pára, van úgy, hogy 100 évig nem esik eső, tehát ideális csillagászati megfigyelésekre. Jó, néhány kép. Itt is nyilván használták a legújabb technikákat, és a Nobel-díj odaítélésekor a részletesebb indoklásban meg is említi a bizottság, hogy az új nagy hatású technikák fejlesztéséért is jár ez a Nobel-díj, ami ezekhez a távcsövekhez fűződik. És akkor
Erről talán az adaptív optika legfontosabb, amit itt meg kell említeni. Ez azt jelenti, hogy bármilyen nagy teljesítményű távcsövünk van, és még ha nagyon magasra telepített obszervatóriumokban nézzük is a csillagos eget, és ott tiszta az ég, akkor is a levegő apró turbulenciái, inhomogenitásai befolyásolják a kapott képet, tehát torzul, pislog az a csillag vagy objektum, amit megfigyelünk. Erre találták ki az úgynevezett adaptív optikát, ami azt jelenti, hogy egy lézerrel a légkör felső rétegében gerjesztik az ott levő nátrium atomokat, és úgymond így egy mesterséges csillagot képeznek a légkör felső részén, és azt nézve egy deformálható kis tükör lemezzel azután igazítják az egész távcsövet. Ez másodpercenként ezerszeres modulálást is jelenthet, tehát gondoljunk bele, milyen iszonyú precíz technika, és ehhez az úgymond referencia álcsillaghoz tudják beállítani az optikát, ami sokkal élesebb fényképfelvételt tesz lehetővé. És néhány kép erről. És majdnem végül, talán utolsóként ezt a képet hadd említsem meg, mert fontos számunkra is. Ugye 1919-ben készült egy fénykép, tehát ez már nem animáció, nem rajz, ez egy fénykép egy fekete lyukról. Ez a Messier 87 galaxis közepét uraló fekete lyukról készített felvétel, ez az Event Horizon teleszkóppal készítette a NASA. És egy picit hadd védjem meg a Nobel bizottságot, mert ahogy Péter mondta, Stephen Hawking nagyon sokat dolgozott fekete lyuk ügyben, és nem kaphatta meg a Nobel-díjat, hát úgymond megvárta a bizottság, míg meghal. Hát igen, Hawking elkövette azt a hibát, hogy túl korán meghalt, mert 2019-ben készült ez a felvétel, ugye Hawking 18-ban halt meg. És a Nobel bizottságról tudni kell, hogy nagyon konzervatív abban az értelemben, hogy mindig olyan eredményért adnak díjat, ahol van valamiféle kísérhető, kísérleti, empirikus, úgymond megfogható bizonyíték. És ugye Penrose is 55 éve jelentette meg azt a cikket, amire kapta a Nobel-díját tulajdonképpen, tehát a fő, amit Péter is idézett. A két másik kísérleti csillagászunk munkája is már évekkel ezelőtt azért elég szépen összeállt, bár itt ezen a dián, amit újra megmutatnék, itt ugye ez egy 2018-as májusi eredmény, mikor ott volt, de már 2005-ben megjelentek fontos eredmények. No, viszont ez egy fénykép, ami 2019-ben jelent meg, és a Nobel a Nobel-díj bizottság számára itt volt egy kézzel fogható fénykép, na most már adhatunk a fekete lyukakért Nobel-díjat, hiszen le is fényképezték igaziból. Tehát nem biztos, hogy akármi más játszott be ebbe, ha ma is élne, vagy ekkor élt volna Hawking, talán ő is részesült volna eme díjban. És még annyit tennék hozzá, hogy egy kicsit megint Péterhez kapcsolódva, a további vizsgálatok az általános relativitás elmélet tesztjét is, megint egy gyakorlati kísérleti tesztjét, empirikus megfigyelését teszik lehetővé, hiszen ez az úgynevezett perihélium mozgás, ami azt jelenti, ahogy itt az ábrán látjuk, hogy az ellipszis pályák, azok az egymást követő ellipszisek a keringés során elmozdulnak, és ebből pontosan a relativitás elmélet által jósolt pályák
egyeztethetők, hogy mennyire követi az elméletet a tapasztalat, a gyakorlat. Ugye a relativitás elmélet egyik első, az Altrel egyik első kísérleti, tapasztalati bizonyíték a Merkur-perihélium mozgása volt, ami szintén egy hasonló, hogy elfordul, és nem a klasszikusnak megfelelően, hanem az új általános relativitás elméletnek megfelelően történik mindez a mozgás. No, hát ennyit szerettem volna mondani, remélhetőleg nem nagyon léptem túl az időmet. Nagyon szépen köszönjük az érdekes előadást, meg én külön köszönöm azt, hogy az előző előadó egy felvetésére reagált itt az előadásban, viszont Gurin Péternek megjegyzése lenne a kísérleti, illetve elméleti eredmények, illetve a Nobel-díj bizottság döntése kapcsán, úgyhogy kérem Gurin Pétert kapcsolódjon be, és tegye fel a kérdését, vagy szóljon hozzá. Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék mondani, hogy természetesen tényleg a Nobel-díj bizottság nagyon nehéz helyzetben van, hogy mikor kinek adjon elismerést, ez egy nagyon nehéz kérdés, és könnyű őket kritizálni, sokkal nehezebb ezt jól csinálni, és az is igaz, hogy általában megvárják, hogy kísérleti konzekvenciái legyenek egy elméletnek, és akkor szokás Nobel-díjat adni, ha vannak kísérleti bizonyítékok is. És ez mind igaz, de ennek ellenére azt gondolom, hogy azért itt Penrose-nak meg Hawking-nak a munkássága az ugye most már több mint fél évszázados múltra tekint vissza, ezek 60-as évekbeli eredmények, és Hawking is, és Penrose is később is sokat dolgoztak a relativitás elméleten, a kozmológián, és a fekete lyukakon különösen sokat. És igaz, hogy nincs közvetlen, vagy egész a közelmúltig nem nagyon volt sok közvetlen bizonyíték, de konkrétan ezek a mérések, amikről a Csaba beszélt, ezek nem tegnap előtt voltak. Az a fénykép, amit a végén mutatott, az kétségtelen, hogy tavalyi fénykép, vagy mikor én nem régi, de ezek a pályamozgások, az, hogy a tejútrendszer közepén ott van az a fekete lyuk, erre gondoltam, így van. Ezek a felvételek, látszik, hogy ezek évtizedes mérések, tehát azért lehetett sejteni, és hogy Hawking korán halt meg, hát ahhoz képest, hogy tudjuk, hogy milyen áll, az egy emberi csoda volt Hawking, hogy egyáltalán életben maradt ilyen sokáig. Ez valami hihetetlen dolog, mert nagyon beteg ember volt, pár évet jósoltak neki, és ő elélt 75 vagy hány éves koráig, tehát azért, ha a Nobel-bizottság akart volna, adhatott volna a Nobel-díjat, de ez még egyszer, ez csak ilyen belekotyogás. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kiegészítést. Hawking munkásságával és személyével teljesen egyetértek, amit Péter mond, úgyhogy ebben nincs vita köztünk, úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm. Egyéb kérdés, hozzászólás? Az a kérdésem, hogy hogyan lehet a csillagok tejútrendszeren belüli pályáját meghatározni akkor, hogyha 250 millió év a keringési idő, azt senki nem fogja kivárni, hogy körbeérjen. Igen, ennek a meghatározása, ahogy egyik kollégám megfogalmazta, ilyen hosszú távú grenteket nem szoktak adni sajnos, valóban nem lehetne kivárni, viszont nem csak egy-egy csillagot figyelnek meg, hanem nagyon sok csillagot, meg a sebességüket ki lehet mérni, a középpont felé, ugye a különböző csillagok sebességét, távolságát, és ezekből lehet kiszámolni tudtommal. Köszönöm szépen. Rátérnénk a következő előadásra, amit Jankovics Hajnalka fog megtartani, és a kémiai Nobel-díjat ismerteti. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit, és mindenekelőtt szeretném kifejezni az örömömet, hogy a tavalyi kémiai Nobel-díjról beszélhetek ezen a fórumon. Az örömömnek több oka is van. Az egyik az, hogy a kémiai Nobel-díjat két hölgy nyerte el tavaly. Egyikük Emmanuel Carpentier, a francia mikrobiológus, másikok pedig Jennifer Doudna, amerikai molekuláris biológus. A másik ok az örömre pedig az, hogy nagyon közel áll az érdeklődési körömhöz ez a téma, és
és hát zseniálisnak tartom én is azt az utat, ami elvezetett ennek a vagy ehhez a felfedezéshez. Ők ketten a Nobel-díjat a CRISPR-Cas9 genetikai oldó felfedezésért kapták, és hát ennek a, tehát hogy mi is pontosan ez a genetikai olló, és mire jó, először ezt szeretném elmondani. Ez a géntechnológia egyik legélesebb eszköze, egyesek szerint egyenesen a svájci bicskája. Az a nagyon nagy előnye az eddig ismert módszerekhez képest, hogy rendkívül precízen, rendkívül nagy pontossággal lehet rutinszerűen megváltoztatni vele az állatok, a növények, a mikroorganizmusok DNS-ét, és ami még nagyon fontos, hogy egy nagyon pontosan meghatározott helyen, és tulajdonképpen univerzálisan alkalmazható ez az eszköz. Ezekből kifolyólag ez a technológia forradalmi hatást gyakorol már is az élettudományokra, az betegségek genetikai eredetű betegségek, rák terápiás kezelések gyógyítására. A maga a felfedezés alapjául szolgáló cikk 2012-ben jelent meg a Science-ben, 2012 nyarán, tehát nem olyan rég, még csak 8 éve, de jellemző, hogy a tudományos várakozás és az érdeklődés, ami övezte, azóta egy hatalmas robbanást indított el a további kutatásokban. Igazából már egészen konkrét gyakorlati alkalmazásai is vannak, úgyhogy elég hamar beigazolódott ennek a felfedezésnek a jelentősége. Mivel azt gondolom, hogy a hallgatóságban talán vannak néhányan olyanok, akiknek már régen volt biológia órájuk, vagy nem egészen ez a tudományterületük, ezért így nagyon röviden szeretnék felidézni néhány dolgot. Ugye az örökítő anyagunk a DNS-ben van tárolva minden sejtünkben, ami kromoszomákba rendeződik. Ez a DNS egy dupla szálú helikális szerkezetű makromolekula, ami 4 fajta nukleotidból épül fel, és ezeknek a nukleotidnak a sorrendje az nagyon fontos. Az emberi genom, hogy csak egy példát hozzak, bár ez a módszer ez mindenféle más élő szervezet genetikai állományának a módosítására is alkalmas, tehát az emberi genom az kb. 3 milliárd nukleotidból épül fel. Ezek között ugye ezek kódolják azokat a fehérjéket, amik a sejtek vagy a szervezetünk működését, az életműködését lehetővé teszik. Kódolnak nagyon sok fajta RNS molekulát, ugye ez a DNS-hez hasonló szerkezetű molekula. Ezek között vannak olyan RNS-ek, amik tulajdonképpen a fehérjék előállításáért felelősek, és az utóbbi évek kutatásaiból tudjuk, hogy van nagyon sok kicsi RNS molekula, ami különböző szabályozó funkciókat látnak el, egyesek még enzimként is képesek működni. A gének, a DNS-nek azok a részei, amik fehérjéket kódolnak, ezek határozzák meg a tulajdonságainkat, az egészségünket, és hogyha ezek közül bármelyikbe hiba csúszik, ami a kódoló fehérje változásában is megjelenik, vagy a fehérje termelődésének a szabályozását befolyásolja, akkor annak bizony komoly következményei lehetnek, úgyhogy ezért rendkívül fontosságú az, hogy ezen keresztül a DNS változtatásán keresztül gyógyítani tudjunk. Még azt hozzá kell tennem, hogy ennek a kutatásnak a sikeréhez is, és az utóbbi
idők hasonló témákban adott orvosi, illetve kémiai Nobel-díjainak a kiadásában is hatalmas szerepet játszik egyrészt az emberi genom megismerése, másrészt a DNS szekvenálási technikáknak a robbanásszerű fejlődése. Ez a DNS szekvenálás, az a DNS nukleotid sorrendjének a meghatározását jelenti. Ezek tették lehetővé azt, hogy olyan nagy mennyiségű adatot, korábban felhalmozott adatot lehessen elemezni, ami ennek a genetikai ólónak a felfedezéséhez is vezetett. A John Hopkins Egyetemnek, aki ugye tavasszal, vagy valószínűleg még most is a koronavírusos, a világon megjelenő koronavírusos esetek statisztikáit dokumentálta, van egy olyan oldala is, ahol az ismert funkciójú géneket kódolják, illetve azokat a betegséget, illetve amik a gének mutációjaiból erednek. Ezt napi szinten frissítik. Tegnap előtti adat szerint már 4370 olyan gént vagy betegséget ismertünk, ami egy ilyen valamelyik egy gén mutációjából vagy több gén mutációjából eredhet. Ez a mutáció, ez mit jelent? Ez valami változást jelent a nukleotid sorrendben, ez lehet kicserélődés, lehet az is, hogy néhány nukleotid kiesik, lehet, hogy valahogy több kerül be a rendszerbe, de akár kromoszoma átrendeződéseket is jelenthet. Ahogy mondtam, ezek a módosulások, ezek komoly következményekkel járnak, például az egészségünk szempontjából. A genetikai olló felfedezéséhez vezető út egy nagyon izgalmas út volt, és ez tulajdonképpen a bakteriális immunrendszer felfedezését jelenti. Ennek próbáltam a mérföldköveit összeszedni, hát természetesen egyrészt ennél sokkal több lépésből állt, másrészt néhány nevet itt felsoroltam, de hát nyilván nagyon-nagyon sok kutatócsoport foglalkozott ezzel szerte a világon. Mégis nagyon érdekes ez a történet, ahogy idáig eljutottunk. A legelső nyom vagy jel 1987-ben egy véletlen folytán került felszínre. Ishino Yoshizumi, az Oszakai Egyetem kutatója, egy baktérium, egy fehérjéjét akarta tanulmányozni úgy, hogy klónozza, de véletlenül egy kicsit nagyobb DNS darabot vett ki a baktérium genómiából, és észrevette, hogy azon a szakaszon, amire nem is lett volna szüksége, ismétlődő DNS szekvenciák vannak. Ezt le is közölte egy közleményben, de magyarázatot nem igen tudott ráadni. Azért a tudományos közösség érdeklődését fölkeltette ezzel, és nem sokkal, néhány évvel később Francisco Mojica, egy spanyol kutató, ugyanezt megfigyelte egy archaea genomiában, felfedezte ezeket az ismétlődéseket. Tovább keresgéltek, és próbáltak a funkciójára is rájönni, és kiderült, hogy nagyon sok baktérium és archaea genomjában vannak ilyen ismétlődések. Ezek ilyen palindromikus DNS szekvenciák voltak, ez azt jelenti, hogy ezt a szakaszt jobbról-balra, vagy a komplementer DNS szálat, ugye a párját visszafele balról jobbra olvasva, ugyanazt a, vagy majdnem ugyanazt a szekvenciát kapjuk. Egy holland kutató, Ruud Janssen is csatlakozott Mojicához, és a bakteriális genomoknak a további vizsgálatával azt is észrevették, hogy a genomban, a bakteriális genomban, ott, ahol ezek az ismétlődés szekvenciák vannak, ott egy picit hamarabb a génben egy ugyanannak, vagy egy nagyon hasonló fehérjének a génje is szerepel.
ők addigra már elnevezték ezeket az ismétlő szakaszokat, amik között ilyen helykitöltők voltak CRISPR-nek, majd mindjárt elmondom, hogy ez pontosan mit jelent. Ezért azt a fehérjét, amit előtte találtak, CRISPR associated, tehát CRISPR-hez csatolt fehérjének hívták. Azt el kell mondanom, hogy ezekben az években a DNS szekvenálási technikák egyre jobban fejlődtek, ezért egyre több adatot lehetett gyűjteni, adatbázisokban is gyűltek ezek az adatok, úgyhogy ők egy ilyen módszeres keresésbe fogtak, és tulajdonképpen ekkor derült ki, hogy ez egy eléggé általános jelenség. Itt már elég biztos volt, hogy ennek akkor valamilyen nagyon fontos funkciója van. 2005 körül fölismerték azt is, hogy az ismétlődő szakaszok közötti helykitöltő szakaszok viszont különböző vírusokból származó szekvencia darabok, és akkor már gyanították, hogy ez valami a baktériumnak valami védekező mechanizmusa, tulajdonképpen egy ilyen kezdetleges immunrendszer lehet. Nagyon érdekes az a tény, hogy amikor ezt így, ebben már elég biztosak voltak, 2008-ban a Danisco nevű élelmiszeri cég laboratóriumában ezt tesztelték is, egy ilyen ismétlődő szekvencia közötti vírusdarabkát kicseréltek egy másik vírusból származó szekvenciára, és utána ezeket ilyen joghurtokba adandó baktérium tenyészetekhez adták, és kiderült, és kitették a vírus támadásának, és tényleg, hogy kiderült, hogy a tenyészet tényleg ellenálló lett a vírussal szembe. Az érdekes dolog az, hogy azóta is a Dániában készülő, meg valószínűleg világszerte készülő sajtok és tejtermékek, tehát én erjesztett tejtermékek nagyipari termesztésénél ezt a CRISPR technikát alkalmazzák arra, hogy a baktérium törzseiket megvédjék a vírusok támadásaitól. Na most, amiről eddig beszéltem, azt szeretném egy picit itt az ábrán is szemléltetni. Ugye egyrészt, mit jelent ezt az elnevezést Mohika találta ki, ez a CRISPR, az a Clustered Regularly Interspersed Short Palindromic Repeats rövidítése, magyarul halmozottan előforduló, szabályos közökkel elválasztott palindromikus ismétlések. Na, hogy is, vagy ismétlődések, hogy is néz ez ki? Itt ezen az ábrán található egy sematikus kép, egy bakteriális genomról. Itt ezekkel a kis rombuszokkal jelölik az ismétlődő szekvenciákat, a fekete rombuszokkal, a színes kis téglalapok pedig a különböző vírusokból származó szekvencia darabokat. Itt a szekvencia, vagy ezelőtt a szekvencia előtt látszik, hogy itt vannak a kas fehéréket kódoló gének, és tulajdonképpen ami történik, hogyha egy vírustámadás, egy fág, a baktériumok esetén a baktériofágok, a baktériumokat támadó vírusok, egy fág támadás éri a baktériumot, akkor kihasít egy darabot ennek a genomjából, beépíti ide, mellé rak egy ismétlődő szekvenciát, ez ugye egy DNS sematikus ábrája, ez átíródik RNS-é, egy hosszú RNS-é, ez is lényeges lesz egy későbbi lépésben, ami aztán földarabolódik pici darabokra, mindegyik hordoz egy ilyen ismétlődő szekvencia darabot, és mindegyik hordoz egy-egy különböző vírusból származó felismerő részt. Ez olyan, mint a bűnügyi nyilvántartás a rendőrségen körülbelül. És ez a kis minden egyes kis RNS darab egy kas fehérjével komplexet alkotva, hogyha ugyanaz a vírus, ami már egyszer járt a baktérium környékén, és a baktérium túlélte, ha ugyanaz a vírus megtámadja a baktériumot, akkor ez a komplex, ez a fehérje RNS komplex földarabolja a vírus DNS-ét,
és így nem tudja megfertőzni a baktériumot. Itt, amikor erre a felismerésre eljutottak, akkor ugye körülbelül 2008-ban járunk, ezt azért érdekes, mert itt most már lassan jönnek a képbe a tavalyi Nobel-díjas kutató. 2006-tól kezdve Doudna már foglalkozott ezzel a CRISPR rendszerrel. Ő egyébként egy RNS kutató tudós, de nem, de egy olyan, tehát vannak olyan fajta baktériumok, amikben ezek a nagyon sok ilyen különböző kas enzim van, és különböző funkciókat látnak el, és vannak olyanok, amik egy enzim sok doménnyel tartalmaz az összes funkciót. Hát Doudnának ilyen szempontból nem volt szerencséje, mert a bonyolultabb rendszerrel foglalkozott, és ezt próbálta megérteni. Közben Carpentier, aki pedig a nagyon agresszíven fertőző baktériumok genetikai hátterét próbálta megérteni, megfigyelte a baktériumok belsejében ezt a, vagy egy bizonyos baktérium, egy streptococcus fajta baktérium belsejében ezt a hosszú RNS-t, és megfigyelte a kicsiket. Jaj, rohamosan fogy az időm, bocsánat, látom. De neki sem állt össze a kép, amit tudtak tenni, hogy, vagy viszont Carpentier rájött, hogy ő neki Doudna lehetne a segítségére, ezért 2011 nyarán egy Puerto Rico-i konferencián az Amerikai Mikrobiológiai Társaság ülésén találkoztak, és az óvárosban sétálva győzte meg Carpentier Doudnát, hogy őnekik együtt kellene működni, hogy megfejtsék ezt a talányt. A sorsdöntő, ezt sikerült, úgyhogy onnantól együtt dolgoztak együtt, és hát azt szeretném mutatni, hogy 2011 nyaráról beszélünk, a Science cikk egy év múlva jelent meg. A sorsdöntő kísérletek azok egy RNS szerepének tisztázása volt, valamint az, hogy mivel az egész rendszerhez egy két RNS és ez a fehérje kell, ennek a két RNS darabnak az összefűzése, hogy tovább egyszerűsítsék. A nagy dolog az az volt, hogy rájöttek arra, hogy nem csak megfejtették a baktériumok immunrendszerét, hanem ez egy univerzálisan alkalmazható módszer, és ezt 2012 nyarán le is közölték. Akkor most egy picit ugrok. Ugye ez az, amit mondtam, hogy az ollón, ami a nukleáz enzim, ez a Cas9 nevű nukleáz enzim, ami hasítja a DNS-t, erre az útmutatóra van szükség. Hogyha egy konkrét DNS szakaszt szeretnénk hasítani, és ennek ismerjük a szekvenciáját, ez alapján az RNS, az útmutató megtervezhető, és így a rendszert a komponenseiből összerakva el lehet érni a DNS hasítását. Az a guide RNS-nek hívjuk ezt az RNS-t, amiben ezt az információt tárolni lehet, pontosan, gyorsan tervezhető, univerzális és specifikus elvileg. Mit lehet azután tenni, ugye még csak ott tartunk, hogy elhasítjuk a DNS-t, ugye az a jó, hogy az eukarióta sejteknél például ezek az öngyógyító mechanizmusok, ezek nagyon jól működnek, úgyhogy ha egy gémből kivágunk, vagy egy hibás részt, akkor kétféle stratégia lehet, vagy összeépíti a gén a végeket, ez a nem homológ végek csatlakoztatásával, és ezzel a funkciót veszít az a konkrét DNA vagy gén fehérje, de a DNS egyben marad, vagy pedig lehetőség van arra, hogyha javítani szeretnénk, akkor a javítandó jó szekvenciát együtt bevigyük a sejtbe, a vágó apparátussal, az ollóval együtt, és akkor ezzel ki lehet javítani. Az enzimet is lehet szabályozni, itt ezen az ábrán ezt próbáltam meg bemutatni.
hogy lehet az, hogy még mindig nem ezt használjuk mindenre, vannak korlátai a módszernek, a kísérletek azt bizonyítják, hogy ez a guide RNS még mindig nem elég pontosan találja meg a módosítandó szekvenciát, tehát máshol is vághat, vagy máshova is kapcsolódhat, és az enzim máshol vág, ezért ez a humán alkalmazásoknál ez nagyon kritikus. Aztán a sejtbe, sőt, eukariótáknál a sejtmagba juttatás, ez egy nagyon nagy kihívás. A szervekben minden sejtbe juttatás szintén, ezért most jelenleg az elsődleges célpontok a vér, és a kicsi szervek például a szem, és van, ahol ezt az enzimet szabályozni kell. Ami kíséri még ezt a Nobel-díjat, ezek a végeláthatatlan szabadalmi perek, ugyanis a kanyarban, ott 2012-ben beelőzött Feng Chang kínai kutató, aki egyébként a Broad Institute-ban, Amerikában dolgozik szintén, ugyanis amikor 2012 nyarán Doudnáik leközölték a prokariótákra tervezett módszerüket, nagy erőkkel sokan nekiálltak az eukarióta sejtes kísérleteknek, Doudnáik le is védették, beadták a szabadalmi igényt, viszont Feng Chang fölismerte ennek a jelentőségét, és ő rávette a saját intézetét, hogy a gyorsított eljárásért kifizetendő hatalmas összeget fektessék be, és ő hamarabb megkapta a szabadalmi jogát. Ebből azóta is tartó perek vannak, és senki nem tudja, hogy ez hova fog kimenni. Egyébként a szerencsére kutatási célra továbbra is alkalmazható. Ez a CRISPR rendszer, de klinikai alkalmazások esetén szabadalmi díjat kell majd érte fizetni, úgyhogy ez most sajnos egy kicsit késlelteti is az alkalmazásokat. Aztán nagyon sok etikai kérdést is fölvet, ha a DNS-t tudjuk módosítani, akkor ugye ez a designer bébik, tehát tulajdonképpen, ha az őssejtben vagy az embrióban módosítunk DNS-t, akkor elvileg bármilyen módosítás elérhető, az a gyakorlatban egyrészt nem működik, nyilván ennek etikai akadályai vannak, a WHO dolgozik ennek a szabályozásának a kidolgozásán, addig sem szabad olyan DNS-t módosítani, ami öröklődik, viszont Kínában már csináltak olyan kísérleteket, születtek már olyan kisbabák, akik ilyen módosított, HIV ellenállóvá szerette volna a professzor, aki ezeket a kísérleteket csinálta, változtatni őket, hát ő azóta börtönbe ül, az eredményeit pedig nem közli le semmelyik magára adó tudományos lap sem. És hát egy picit utána néztem a magyar vonatkozásoknak, nagyon érdekes volt, hogy a Google Scholar-ban a CRISPR és a Hungary kereső szóra körülbelül 2000 találatot találtam, ezt azért sokaltam, úgyhogy belenéztem néhányba, és hát sajnos azért nem tudtam finomítani a keresőt, az is kijött, hogyha magyar szerkesztője van egy lapnak, úgyhogy azt gondolom, hogy azok nem számítanak, de ahol a bíráló magyar volt, ott már nyilván ő ért ehhez a témához, viszont nagyon, tényleg nagyon sok, ugye az elején elkezdtem nézegetni, nagyon sok olyan kutatócsoportot találtam Magyarországon, a földrajzilag is széles körben, és az érintett témákat is tekintve is széles körben, akik ezt a módszert használva kutatnak. A témákat említve mezőgazdasági célokra, például növénynemesítésben gödöllői kutatócsoportot találtam, betegségeket hordozó gének javításában, a sejtbejuttatás segítő módszerek fejlesztésében, az enzim szabályozásában, vagy akár a génműködés vizsgálatának használatában is voltak különböző publikációk. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet és a lehetőséget. Köszönöm szépen Jankovics Hajnak a előadását, az pedig külön, hogy felkutatta azokat a magyar kutatócsoportokat, melyek ebben a témában publikáltak, illetve
illetve hát próbálkoznak a módszer alkalmazásával. Chatboxban nem látok kérdést, úgyhogy áttérnék, mielőtt áttérnénk a következő előadóra, illetve következő Nobel-díjasra. Azelőtt én szeretném elmondani, hogy az irodalmi Nobel-díjat Fenyvesi Otto fogja nekünk bemutatni. A jelenlévők közül Fenyvesi Ottont nagyon sokan ismerik, évtizedeken át volt a VEAB szíve, lelke programszervezés, társadalmi kapcsolatok és minden egyéb vonatkozásban. Most már nyugdíjasként segíti a munkánkat, amit ezúttal is köszönök, és nagyon nagy szeretettel üdvözlöm őt előadóként. Kérem szépen, Otto, mutassa be az irodalmi Nobel-díjast. Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. Az 2020-as irodalmi Nobel-díjról lenne szó, amit Louise Glück amerikai költőnő kapott. Ő 1943-ban New Yorkban született, és tehát 77 éves korában kapta meg ezt a díjat, ami hát egy valójában ugye egy életműről van szó. Nagyon nehéz itten most a természettudományok után az irodalomról, egy alkotó művészetről beszélni, de hát az alkotó művészet az egészen más szabályok és más dimenziókban működik, mint a természettudomány, tehát most egy kicsit ugrani fogunk. Ugye a legfontosabb az irodalom terén a nyelv. Nyelv, mégpedig az, hogy milyen nyelven íródik ez az alkotás. Úgyhogy itt látni fogjuk, ezt már tavaly is levetítettem, amikor Tokárcsukról és Handkéről beszéltem önöknek, vagy a hallgatóságnak itt a VEAB-ban. Tehát a dominancia az látszódik, hogy az angol-amerikai szerzők dominálnak, és hát utána pedig a három legnagyobb európai nyelv, francia, német, spanyol, és hát egy kicsit túl reprezentáltnak érzem a svédet, hiszen heten is megkapták az irodalmi Nobel-díjat a svédek közül, de hát tudjuk, hogy a svéd akadémia adja ezt a díjat, tehát egy kicsit saját maguk felé fordul az ízlésük, illetve hát a saját embereiket mutatták be díjakon keresztül. És hát utána látjuk, hogy az olasz, orosz, lengyel nyelv következik, utána hát japán, kínai, ázsiai nyelvek már nagyon kevesen vannak, de itt van egy ilyen dolog, amin a kontinensek megosztását mutatja, a díj kontinensi megosztását. Abszolút európai dominancia mutat látható. Észak-Amerika még úgy, ahogy képviselteti magát, de hát Ázsia, Afrika, Dél-Amerika, Óceánia szinte nagyon számban van jelen olyan díjazott, aki a kontinensen élt. A Glückről annyit kell tudni, hogy apai ágon Magyarországról, anyai ágon pedig Oroszországból kivándorlott zsidó család leszármazottja, és hát ezzel ő igazából nem igazán szokott
nem igazán érdekelte ez a témakör, hogy milyen leszármazott, stb. Tehát itt van, hogy 43-ban született, családi trauma érte, többek között a születés előtt meghalt a nővére, kamaszkorában, anorexiában szenvedett, nagyon sovány volt, több évig küzdött étvágytalansággal, és több éves pszichoanalitikus terápia után sikerült meggyógyulnia, kigyógyulnia ebből a betegségből. A Columbia Egyetemen tanult kreatív írást, de diplomát nem szerzett ebből a tantárgyból, hanem egyszerűen titkárnőként helyezkedett el későbbiekben. A család élete úgy alakult, hogy 1967-ben férhez ment, de hamarosan elvált, és 1973-ban egy újabb kapcsolatba keveredett, és akkor megszülte a fiát, Noah Drenovot, akinek apjával később összeházasodott Louise, de pár év múlva elváltak. A Louise Glück verses köteteit itt láthatjuk. Amint látjuk, 13 kötete jelent meg itten kb. 50 év alatt. 25 éves korában, 1968-ban az első kötete, majd a legnépszerűbb kötete, az a Wild Iris, az 1992-ben jelent meg, és ez Pulitzer díjat kapott ezért a művért. Talán innen van az, hogy ez a kötete, ez a Wild Iris nevű kötete a legnépszerűbb, és ez az, amelyik hát legtöbbet, legnagyobb példányban jelent meg. És hát utána látjuk, hogy hát elég szépen, majdnem 5 évenként újabb könyvvel tudott jelentkezni. Tehát végül is egy folyamatos életműről van szó, amely hát szépen lassan épített fel a költőnő. A Nobel-díj indoklásában az olvasható, hogy összetéveszthetetlen költői hangjáért kapja Louise Glück ezt a díjat, mely zord szépségével egyetemessé teszi az egyéni létezést. A Louise Glück kifejezetten kerülte azokat a témákat, amelyek alapján a kritikusok, vagy zsidó költőként jázták volna be. Ő a család örökségének csak azokat a motívumait használta, amelyek hát például a túlélő nézőpont, amely bizonyos értelemben majdnem minden emberre jellemző, de igazából nem domináns ez a zsidó szenvedés és Golgota. A kritikusok szerint műveiben figyelemre méltó az a szakmai biztonság és természetesség, amelyel a gazdag klasszikus anyagot, hagyományt összedolgozza a megegyezően nyílt, lényegre törő, személyes hangú versbeszéddel. Most itt még azt szeretném elmondani, hogy Louise Glück az első, szinte az első amerikai költő, aki Nobel-díjat kapott. Az amerikaiak közül nem annyira jellemző ugye a költész. Az amerikai szerzők között a Nobel Írálóbizottság még nem adott soha Nobel-díjat amerikai szerzőnek. Josip Brodsky kapott ugyan amerikai szerzőként, de ő orosz-amerikai kettős állampolgár volt, és hát aki még Nobel-díjat kapott költőként, dalszerzőként az Bob Dylan, de az pedig egészen más kategória, tehát őt annyira nem is költőként tartjuk nyilván, mint inkább dalszerző, rockénekesként. Úgyhogy
Louis Glücknél ez a pszichológiai érdeklődés az, ami fontos a verseiben. Egy nagymértékű önreflexió van, és a tudat mély rétegeit kifejező szimbólumok használata egész pályája során jellemző volt rá. A nagyapja életét mitológiai és bibliai párhuzamokkal újraértelmező verses kötetében, Leúz győzelmében saját interpretációját adja egy midrás rabbáról szóló történetnek. Ugye a Koránnak ezek a midrás történeteiről van szó. Ezek különböző leírások a egy-egy ilyen történet. A nagyapja szabadulását hát írja le, valójában egy ilyen midrás történet alapján, és hát ebben a bibliai Józsefhez hasonlítja a nagyapja szabadulását. Az Ararat című könyvében pedig a versek a családi viszonyok feltérképezésére és megértésére tesznek kísérletet. A könyveinek hát itt vannak a borítói, ugye van egy nagy összefoglaló műve is, ez a 1962 és 2012 között megjelent verseinek a gyűjteménye. Ami még jellemző, vagyis egy fontos Glückkel kapcsolatban, hogy nem csak verseket írt, hanem írt például egy könyvet a kertészetről, hiszen ő maga is több interjúban beszélt arról, hogy mennyire fontos neki a kert, és ezt egy 1976-os könyvben maga is leírja. A költészeti elméletekről, tudásáról két amerikai könyve is szól, és van egy Október című könyve, amelyben pedig a 2001-es szeptember 11-i eseményt hát interpretálja, illetve különböző reflexiókat fűz a két ikertoronynak a leomlásához, ahogy természetesen egy költő látja ezeket az ikertoronynak a leomlását, és hát milyen asszociációk jutottak ő neki ezzel kapcsolatban az eszébe. Ez a négy könyv, amik még kiegészíti az életművét. Sajnos, amit szomorúan tapasztaltunk, illetve állapítanunk, hogy magyarul eddig nem jelent meg egy könyve sem. Talán a idén, vagy jövőre, vagy valamikor talán hozzáférhetünk. Ugye már tavaly is volt egy ilyen panaszom, hogy valahogy a magyar könyvkiadók nem követik a Nobel-díjat, vagy nem érdekes, vagy nem tudom, elmegy a kedvük, mert nem Nádas Péter, vagy nem Krasznahorkai László kapta meg a díjat, és például tavaly Handke kapta meg a Nobel-díjat, de őnek is csak nagyon régi, a 60-as, 70-es években jelentek meg művei, úgyhogy nem tudom, mi ez az érdektelenség a Nobel-díj iránt. Minden esetre azt elmondhatjuk Glückkel kapcsolatban, hogy költészetet tanított különböző amerikai egyetemeken, Stanfordon, a Boston University-n, az Iowa-i írókurzuson, amely a világ költőinek egy ilyen nagy találkozója, aki olyan költőket gyűjt össze a világ minden tájáról, ez az írókurzus, akik tudnak angolul és vállalják ezt a pár hónapos, szem egy éves ösztöndíjat, és hogy ott együtt élnek, és vitatkoznak, és szóval erről szól ez a különböző előadásokat hallgatnak. És azon kívül 2004 óta a Yale Egyetem oktatója Louis Glück. Most pedig szeretnék majd egy rövid verset a
választottam tőle, hogy hallgassuk meg, remélem fogom tudni játszani, hogy ő is itt legyen velünk, másfél perc. The wild iris. At the end of my suffering, there was a door. Hear me out. That which you call death, I remember. Overhead noises, branches of the pine shifting. Then nothing. The weak sun flickered over the dry surface. It is terrible to survive as consciousness buried in the dark earth. Then it was over. That which you fear, being a soul and unable to speak, ending abruptly the stiff earth, bending a little, and what I took to be birds darting in low shrubs. You who do not remember passage from the other world, I tell you I could speak again. Whatever returns from oblivion returns to find a voice. From the center of my life came a great fountain, deep blue shadows on azure seawater. Egy magyar nyelvű új fordítást felolvasnék még a legvégén. A versnek az a címe, hogy Őshonos táj, és Szlukovényi Katalin fordítása. Ráléptél apádra, mondta az anyám, és tényleg pontosan középpen álltam egy pázsit folton, olyan gondosan nyírták, lehetett volna az apám sírja, bár ezt nem mutatta fejkő. Ráléptél apádra, ítélte, ezúttal hangosabban, ami furcsának tűnt, hiszen már ő is meghalt, az orvos adott róla papírt. Kissé félrehúzódtam oda, ahol apám véget ért, és anyám elkezdődött. A temetőben csönd volt. Fák közt süvített a szél, több sorral odébb sírás hallatszott. Nagyon halkan, és még távolabbról egy kutya nyűszítése. Lassan elhaltak a hangok, átfutott az agyamon, hogy nem emlékszem rá, miképp kerültem ide, amit temetőnek láttam, bár lehetett volna képzelt temető is, talán egy park volt, vagy ha nem park, akkor kert vagy illatos rugas, már tudom, rózsaillatú, levegő tele életörömmel, ez az édes élet, ahogy mondani szoktam. Idő után rájöttem, hogy egyedül vagyok. Hová lettek a többiek? Az unokahúgaim és a nővérem, Kathleen és Abigail. Akkor már alkonyodott. Hol az autó, amely majd hazavisz minket? Más megoldást kerestem. Kezdtem elveszíteni a türelmemet. Éreztem, hogy rám tör a szorongás, végül a távolban megláttam egy apró vonatot, gombos fák mögött állt, a mozdonyvezető az ajtó kerekének dőlve cigarettázott. Itt ne felejtsen, kiabáltam neki, és rohantam átgázolva a sírokon, a sok anyán és apán. Itt ne felejtsen, zokogtam, amikor végre odaértem, hölgyem, felelte, és a sinekre mutatott, maga is látja, ez a végállomás. A sinnek itt vége. Nyers szavakat használt, de kedvesen nézett rám, amitől megjött a bátorságom, ezért tovább erősködtem, de vissza is van út, mondtam, és mutattam, ilyen jó erős sin ez, még hány visszatérés várna rám. Tudta, folytatta nehéz a munkánk. Rengeteg bánattal és csalódással találkozunk. Egyre nyíltabb tekintettel figyelt. Valamikor én is, akár csak maga, imádtam, ha zajlanak a dolgok.
Most már úgy beszélgettünk, mint a régi barátok. És maga, kérdeztem, hiszen ő szabadon távozható. Magának nincs kedve hazamenni, látni ismét a várost? Ez az otthonom, válaszolta. A város, a városban eltűnök. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen a bemutatást és az interpretálást a versnek a értő elmondását. És csetablakban nem látok kérdést, úgyhogy a béke Nobel-díjra térnénk át, és Árendás Tamást kérném szépen. Tisztelt elnök asszony, kedves jelenlévők, nagy megtiszteltetés számomra is, hogy a természettudományos Nobel-díjak, és most egy nagyon szépen felépített szép irodalom, mi Nobel-díj előadás után mondhatok néhány szót a 2020-as béke Nobel-díj kitüntetettjéről, ami tulajdonképpen az alapító szándékától némiképpen eltérően nem természetes személy, hiszen az alapító úgy gondolta, hogy az legyen olyan személy legyen a kitüntetett, aki a díj nevéhez kapcsolódóan és ahhoz méltóan a nemzetek barátságáért, a fegyveres konfliktusok megszüntetéséért, a béke megteremtéséért a legtöbbet tett. Ez a díj plakettjén is megjelenik a békéért és a népek testvériségéért, a Pace Fraternitate Gentium felirattal. Egy picit történelmi múltba ágyazva, hogy ez a díj hogyan jutott el kikhez és milyen szervezetekhez. Néhány szót mondanék arról, hogy 1901 óta adják át ezt a díjat, de nem minden évben talált gazdára, nem minden évben jutalmazta a bizottság a természetes személyeket, vagy különböző szervezeteket. Ilyen hiányos évek voltak, például a világháborúk évei, de a 20-as években, sőt az elmúlt évszázad második felében is voltak olyan évek, a 60-as években, amikor nem tartottak méltónak senkit ennek a díjnak az átadására. Annyiban más ez a díj az előzőekhez mérten, hogy nem a svéd akadémia, nem Svédországban adják át, és nem a svédek ítélik meg ezt a díjat, hanem Nobel akaratának megfelelően a norvég Nobel bizottság dönt ennek a díjnak az átadásáról. Akkoriban, amikor Nobel ezt a díjat megalapította utolsóként az általa létrehozott díjak között, Svédország és Norvégia tulajdonképpen Personal Unióban élt együtt, és csak Nobel halála után vált külön a két állam. Nagyon-nagyon röviden csak egy kis vázlat arról, hogy hogyan is történik ennek a díjnak a megítélése, milyen procedúrán megy keresztül a sok-sok jelölt, amíg végül is a rostán legvégül egy maradt fenn. Gyakorlatilag hamarosan bekövetkezik az a termény, az a határidő, amikor majd a 2021. béke Nobel-díjasait fel kell terjeszteni. Ez január 31-i határidővel lehetséges, és ezt követően kezdődik meg az a több száz jelölt, az idei, illetve az előző évi Nobel-díjra jelöltek száma is közel 200 volt,
amelyek közül végül is kiválasztatik a legjobbnak gondolt. 101 alkalommal adták át eddig ezt a díjat, 1901 óta, és összesen 135 díjadott volt, melyek közül 101 természetes személy volt a fizikai Nobel-díjnál megemlítve, hogy az ide a tavalyi díjazottak között negyedikként kapta meg bölként fizikai Nobel-díjat Anders Gretz. Eddig a béke Nobel-díjat 17 hölgy kapta meg, és hát voltak olyanok, akik megosztva kapták meg, hármas, illetve kettes megosztásban is megítélték ezt a díjat az évszázad során. Mint mondtam, nem csak természetes személyek, hanem szervezetek is vannak a díjazottak között. 25 szervezet kapta meg eddig. Ezek közül a legtöbb alkalommal, összesen háromszor, nemzetközi Vörös Keresztet tartották méltónak arra, hogy megkapja ezt a békedíjat. Ez nem meglepő módon 1917-ben, 1944-ben volt az első két alkalom, az első, illetve a második alkalom, és 1963-ban kapta meg a nemzetközi Vörös Kereszt harmadik alkalommal ezt a nagy magasrangú díjat. Némi a legfiatalabb díjazott egy hölgy, egy kislány volt, Malala Yousafzai, pakisztáni kislány 2014-ben, aki az általános közoktatásért, a gyermekek oktatásáért világjogként és egyetemes jogként való kiharcolásáért lépett fel. Illetve a legidősebb egy lengyel származású fizikus volt, József Rodblat, aki 1995-ben, 87 évesen kapta meg a nukleáris fegyverek betiltásáért és visszaszorításáért végzett ki tartó munkájáért. Talán egyik díj sem annyira megosztó, mint a békén Nobel-díja, a Nobel-díjak között. Kik kapták meg, azt hiszem nem kell a kép alapján különösebben bemutatni ezeket a rendkívüli karizmatikus egyeniségeket, Kaputai Terézanyát, Lech Valenszát, Mihály Gorbacsovot, vagy a Dalai Lámát, Nelson Mandelát láthatjuk ezeken a képeken. Ugyanakkor az, hogy ezek a döntések mennyire megosztóak voltak, sok-sok alkalommal felvetődött a újságok, a sajtóin, az egyéb média platformokon, hogy miért kapta meg valaki, vagy éppen miért nem kapta meg valaki ezt a díjat. Utóbbiak között a legismertebb talán Mahatma Gandhi, második János Pál, Václav Havel nevét említhetjük, vagy éppen a korábbi ENSZ főtitkár utántot. Mahatma Gandhi érdekes módon, mint sok év után kiderült, lévén, hogy a jelöltek neve az 50 évig titkosított. Mahatma Gandhi 5 alkalommal is jelöltje volt a békén Nobel-díjnak, a 30-as évek végén 3 alkalommal, és 1947-ben, valamint 48-ban szintén jelöltje volt ennek a rangos díjnak, és egyik alkalommal sem kaphatta meg, és hát gyakorlatilag 1948-ban bekövetkezett halála jelentette azt, hogy 1948-ban gyakorlatilag ezt a díjat nem is osztották ki. Egyike volt azon éveknek, amelyek során nem
adtak át béke Nobel-díjat, lévén akkor Mahatma Gandhi halála után a béke Nobel-díjat még posztumusz nem ítélték oda senkinek. Ez a szemlélet már változott némiképpen azóta. Ki is és mi is az idei díjazott? Mi ez a World Food Program, ez a világi jelenlegési program, amelyet méltónak ítéltek arra, hogy 2020-ban átvehesse ezt a díjat. Ez a szervezet gyakorlatilag a 60-as évek elejétől indult úgymond világhódító útjára, és mondhatjuk azt, hogy valóban szinte az egész világot bejárja az a funkció, és betölti az a funkció, amelyet ez a szervezet ellát. 1961-ben az ENSZ keretében indult meg a jelenlegi program. A demográfiai robbanások, a hidegháborús időszak következtében sok helyütt a világban olyan feszültségbocok keletkeztek, amelyek fegyveres konfliktusokhoz vezettek. Ennek következtében sok helyütt éhezés lépett fel, de ez tulajdonképpen egyfajta 22-es csapdájaként fordítva is igaz volt. Voltak olyan, és vannak olyan régiói a világnak, ahol éppen az éhezés, a társadalmi egyenlőtlenség gerjeszt feszültségeket, amelyek fegyveres konfliktusokhoz vezetnek. Az első ilyen segélyprogram 1963-ban indult az éhező Szudánnak a megsegítésére, és ez egy több szervezet által támogatott multilaterális program volt, amelynek a két fő koordinátora az ENSZ, és két fő támogatója az ENSZ és a FAO volt. Azóta az elmúlt 50 év alatt mondhatjuk a világ legnagyobb olyan szervezeté lett a világi jelenlegi program, amely az éhezéssel és az élelmiszerbiztonsággal foglalkozik a világban. Legfőképpen tűzoltás jelleggel a természeti katasztrófák területein, helyein sürgősségi feladatokat próbálnak ellátni ennek a szervezetnek a munkatársai, de áldozatnak koncepcionális fejlesztésekkel is foglalkoznak, természeti rehabilitációkkal és különleges gazdasági műveletekkel, képzéssel és műszaki támogatásokkal. Ami nagyon-nagyon fontos ennek a szervezetnek az életében, hogy nem függő szervezet alapvetően, hanem önkéntes felajánlások alapján működik és létezik, amelyeknek legfőbb támogatója természetesen, vagy hát nem természetesen, de legfőbb támogatója a nemzeti kormányok, amelyek egyrészt készpénzzel, másrészt természetbeni adományokkal is támogatják ezt a szervezetet. És hát ennek kapcsán szoros kapcsolatban dolgoznak a FAO-val, a UNICEF-tel, az ENSZ menekültügyi főbiztosságával, vagy éppen a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alappal. De nyitott szervezetről van szó, amelynek természetes személyek, természetes partnerek is rendkívül nagy segítséget adnak, magánszemélyek adományait is befogadja és koordinálja, ha szétosztja az a szervezet. Milyen formái vannak ennek a támogatásnak, ennek a segítségnek? Egyrészt közvetlen élelmiszersegély átadásával és élelmiszersegélyekkel, tehát természetbeni adományokkal, mint hogy ezt a szemlélhető kép is mutatja. De nem csak közvetlen élelmiszeradományok, hanem van egy stratégiai feladatok ellátása is
része ennek a szervezetnek a munkájának, tehát az oktatásban, a mezőgazdasági fejlesztésekben, a információ átadásban, eszközrendszerek telepítésében is nagy segítséget nyújt az elhagyott régióban és a rászoruló területeken. Ugye ennek milyen formái lehetnek, például az iskolai érkeztetésben, rászoruló helyeken fontos feladata és fontos funkciója. Vannak olyan részek, ahol földön és vízen nem lehet elérni a rászorultakat, erre a szervezetnek külön eszközei vannak, például légi eszközökkel is eljutnak a rászorulókhoz, és így próbálnak meg támogatást adni az elmaradott régióknak. Nem csak természetbeni juttatásokról van szó, az egyik fotó azt mutatja, hogy sok esetben készpénz támogatással próbálják elősegíteni annak a régiónak a megmaradását, fennmaradását vagy fejlődését, hiszen sok esetben a készpénz adománnyal a helyi kis piacoknak a fejlődését, a helyi gazdasági életnek az erősítését lehet, és fejlesztését lehet elősegíteni és támogatni indirekt módon. Ez a szervezet, amely tulajdonképpen római székhelyjel ugyan, de a világot teljes mértékben áthálozza, behálozza, egy végrehajtó bizottság révén működik, amelyet minden évben 36 tagországból álló képviselet alkot. Ezeket a képviselőket 3 évre választják ezekben a végrehajtó bizottságokban. Magyarország 2015 és 2018 között volt a közép-kelet-európai, közép-európai országok tagjaként és képviseletében ennek a bizottságnak a tagja. Mi a végrehajtó bizottságnak a funkciója? Hát legtöbbképpen is az aktuális és legégetőbb problémáknak, sürgősségi projekteknek a jóváhagyása. A feladatból adódóan esetenként ennek utólagos elfogadása és jóváhagyása is elfogadott ebben a rendszerben. Fejlesztést, újjáépítést szolgáló újabb projektek, jövőbeni projektek támogatása, elfogadása, a szervezet költségvetésének és a szervezet tevékenységének a folyamatos átvilágítása és követése. Alapvetően ez a szervezet, a világjelenlegési program a éhezésre és az éhezés csökkentésére indult az elmúlt fél évszázadnal ezelőtt. Érdekes térképet találtam a szervezetnek a honlapján, ahol ezeknek az éhező régióknak a megjelenítése látható. Számomra is érdekes volt, hogy vannak olyan közép-európai vagy kelet-európai régiók, amelyek a szervezet nyilvántartása szerint is egyfajta éhező régiónak számítanak, ahol a időszakonkénti alultápláltság vagy éhezés jelen van. Lásd, a térkép szerint Ukrajnában, Szerbiában, vagy akár Bulgáriában, de számomra ilyen meglepő módon például Szlovákia is ezen a térképen megjelenik egy elég jelentős értékszámmal. A legfrissebb információk, amik elérhetők a szervezet működésével kapcsolatban, és amik némiképpen számunk alapján jellemzik azt, hogy milyen volumenű, milyen kiterjedtségű ez a munka. 2018-ban a világon nyilvántartott 821 millió éhezőből 124 milliónak volt olyan a helyzete, hogy napi szinten problémát jelentett számára az élelemhez jutás. Ezeknek az embereknek mintegy 70%-át segítette az elmúlt évtized végén a szervezet.
mindez 83 országot érintett, és ebben a munkában 17 ezer önkéntes munkatárs segítette a szervezetet, akik ott helyben támogatták jelenlétükkel, koordinációs tevékenységükkel, vagy akár fizikai segítségükkel a megvalósulást. És hát ez a szervezet 2020-ban megkapta tehát ezt a díjat, amelyet David Pisley, a szervezet jelenlegi elnöke, ügyvezetője vett át a itt látható indoklás alapján az éhség leküzdéséért, valamint a fegyveres konfliktusok és a politikai konfliktusok megakadályozásáért betöltött múlhatatlan szerepért a világi elemezési program számára. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen a nagyon átfogó összefoglalót, ami kitért a múltra is egy kicsit, és mint hogy kérdést nem látok, áttérnénk az utolsó előadásra. Ez a közgazdasági Nobel-díjnak az ismertetése lesz, és Rózsa Lászlót a Széchenyi István Egyetemről kérném szépen, hogy mutassa be nekünk. Köszönöm szépen a szót. A közgazdasági Nobel-díjról szeretnék beszélni, de mielőtt tényleg elkezdeném a vetítést, egy pillanat, mindjárt itt visszafele is megyek. Tehát a következőt szeretném elmondani, hogy a közgazdasági Nobel-díj az tulajdonképpen kilóg a sorból. Kilóg a sorból azért, mert nem Alfred Nobel alapította, a másik oldalon pedig tulajdonképpen az a jellegzetessége, hogy hivatalosan nem is Nobel-díjnak hívják, a hivatalos neve a Svéd Nemzeti Bank Közgazdaságtudományi Díja Alfred Nobel emlékére. 1968 óta adják ki ezt a Nobel-díjat, és ha már közgazdász vagyok, és a másik oldalon a közgazdasági Nobel-díjról beszélek, a Svéd Nemzeti Bank egyértelműen meghatározta az összeget is, az összeg pedig 10 millió svéd korona, ami ezzel a díjjal jár együtt. Az idei év, illetve a tavalyi évben 2020-ban két díjazott volt, Paul Milgrom és Robert Wilson. Az érdekesség az, hogy ők ugyanarról az egyetemről valók, a Stanford Egyetemről, sőt tulajdonképpen tanár és diák kapta meg most, tanár és egykori diákja kapta meg a Nobel-díjat, ugyanis Robert Wilson már nagyon régóta a Stanfordnak a professzora, és azzal a különlegességgel is bír, hogy egykori tanítványai közül már többen kaptak közgazdaságtudományi Nobel-díjat. Most ezek közé zárkózott fel, nem csak ő, mert ő is most megkapta első alkalommal a Nobel-díjat, de Paul Milgrom is, aki az ő hallgatója volt. Az a kutatási terület, amivel ők foglalkoztak, az kimondottan a játékelmélet. Tehát a játékelmélet persze ugye egy nagyon bonyolult matematikai alapokon nyugvó, és a közgazdaságtudomány, sőt számos más tudomány által alkalmazott terület, amelyikben tulajdonképpen olyan kérdések merülnek fel, amelyek a racionális viselkedéssel kapcsolatosak, olyan helyzetekben, amikor minden résztvevő döntésének eredményét befolyásolja a többieknek a döntése, illetve a többieknek a magatartása. A játékelmélet alapjai azok magyar vonatkozást is hordoznak. 1928-ban Naima János vezette be ezt a fogalmat a közgazdaságtudomány területén, és általában nem a közgazdaság elnézést, hanem a tudomány területén, és a matematikában, és aztán később érdekes módon ez a kérdés nagyon felkapottá vált a közgazdaságtudományban is, annyira, hogy van egy másik magyar aspektusa is a Nobel-díjnak. 1994-ben a magyar származású Harsányi János szintén a játékelmélet bizonyos területeinek a vizsgálatáért kapta meg a közgazdaságtudományi Nobel-díjat.
Tehát ez egy tényleg nagyon szertágazó területté vált, és az is egy tendencia, hogy az utóbbi években az ebből származó, tehát a játékelméleten alapuló modellek értek nagyon sokat a Nobel díjat meghatározó bizottság számára. Nagyon sok olyan díj átadására került sor, amelyiknek valamilyen vonzata a játékelmélethez kapcsolódik. Milgram és Wilson munkái azok az aukció elmélethez kapcsolódnak, tehát nagyon egyszerűen szólva az árverések világához kapcsolódnak, ahhoz a világhoz, ahol a biznisz és ugyanakkor nagyon sokszor a non-profit szféra vagy az állami szféra találkozik egymással. Az első díjazott Robert Butler Wilson, aki 1937-ben született, és ugye ő most professzor emeritus a Stanford Egyetemen, Nebraska-ban született, először ott is tanult Lincolnban, majd a Harvardon végzett, és lényegében azt mondhatjuk, hogy majd 60 éve a Stanfordon kutat és tanít. Számos tanítványa ért el nagyon kimagasló eredményeket, és ő maga is. A cikkei elsősorban a piac tervezéshez, az árazáshoz, a tárgyalásokhoz, illetve az ipari szervezetekhez kapcsolódtak, ezért kicsit a menedzsmentesek is büszkék, hiszen nem egy kimondottan makroökonómus kapta, a makroökonomiával foglalkozó egyén kapta a Nobel-díjat, hanem egy olyan ember, aki azért számos menedzsment kérdéssel és gyakorlati kérdéssel foglalkozott. Ő már az 1960-as évektől a játékelmélet szakértőjének számított, és első kulcscikke 1968-ban jelent meg, a The Theory of the Syndicates, amelyikben lényegében azzal foglalkozik, hogy milyen feltételek mellett írja le az elvárt hasznosság olyan egyének csoportjainak viselkedését, akik szerencsejátékot űznek, és a kockázatot úgymond Pareto optimális módon osztják meg. Ugye ez a Pareto optimális mód, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha az egyik, hogy már nem változtatható meg a belső szerkezet egy adott csoporton belül úgy, hogy valakinek a helyzete javítható lenne, a többieké pedig nem romolna. Tehát nem változna negatív irányba. Az ő vizsgálatának középpontjában, tehát ezek a kulcskérdések voltak. Aztán 1993-ban jelent meg a Non-Linear Pricing, tehát a nem lineáris árazás című kötete, amelyben ragyogóan összefoglalta az ártervezéssel, árszabályozással kapcsolatos kérdéseket, és amellyel elnyerte a nagyon rangos chicagói Leo Melamed díjat is. Egyébként foglalkozott a béralkó és a sztrájk játékelméleti kérdéseivel, ezek is mutatják azt, hogy tulajdonképpen ő egy picit túllépett a klasszikus közgazdaságtudományon, közgazdaságtanon, és egy picit már a szervezetek világát próbálta meg körbejárni, illetve a szervezet és a politika világával is kimagaslóan foglalkozott, és külön művekben írt, többek között az árháborúkról, a raggadozó, ezek a predator árakról, és nagyon sokat foglalkozott az árrögzítés kérdéseivel is, azon túl, hogy egyébként az aukció elméletnek egy meghatározó kutatójává vált. A kutatóiről beszélhetünk, az Paul Robert Milgram, aki látható, hogy 11 évvel később született, mint Wilson. Ő matematikus. Ez is egy érdekes irány a közgazdaságtudományban, hogy nagyon sokszor eredendően matematikus végzettségű emberek kapnak Nobel-díjat, egyszerűen azért, mert azok a matematikai modellek, amelyeket ők felállítanak, egyrészt tényleg ma a divatos szakmai területek közé tartoznak, másrészt ezeknek a felállítása nagyon alapos matematikai tudást, ismeretet követel, és így az ezen a területen működő kutatóknak nagyon jelentős része vagy eredendően matematikus, vagy később szerezte meg a matematikai végzettséget, és aztán ezt kiegészítette egyfajta közgazdasági tudással, aminek a birtokában próbál meg reális kérdésekre választ adni. Ő a Stanfordnak a professzora, Michiganben született, és a Stanfordon, először ott és később a Stanfordon végzett, és 1975 óta kutat és tanít a Stanfordon, a doktori témavezetője pedig Robert Wilson volt. Az ő doktori
disszertációja már tulajdonképpen az egész életútját meghatározta, hiszen az árverések kérdéseivel foglalkozott az aukció elmélet című dolgozatában, amiért egy külön díjat is elnyert, annyira jól sikerült ez a dolgozat, és annyira jól sikerült ez a dolgozat egyébként, hogy ugyanabban az évben, amikor a doktori disszertációját megírta, már elkészült az aukciók elmélete című tanulmánya is, amelyik lényegében az első jelentősebb összefoglalása akart lenni az árverésekkel foglalkozó kérdéseknek. Tehát annak, hogy egy árverésen az egymáshoz, az egymással versengő szereplők hogyan, miként viselkednek, hogyan lehet leírni a mozgásukat, illetve hogyan jön ki egy kvázi optimális eredmény az árverést elindító számára, de ugyanakkor hogyan lesz ebből egy győztes-győztes szituáció, egy win-win szituáció az árverésen győzedelmeskedő, illetve az árverésre az adott szolgáltatást, tárgyat bocsátó számára is. Magyarul érdekes módon megjelent egy műve, ez pedig 2005-ben a John Roberts-el közös közgazdaságtan szervezetelmélet és vállalatirányítás című munkája, amelyik a Nemzeti Tankönyv Kiadónál látott napvilágot. Ez azért is érdekes, mert próbáltam Wilson könyvét is megtalálni, hogy esetleg magyar nyelvre fordították-e. Nos, az nem jelent meg magyar nyelven, a Milgram Roberts féle könyv igen. Ez egy nagyon jó, nagyon alapos munka ezeken a területeken, és mint egy kapcsolatot teremt a klasszikus menedzsment, és ugyanakkor a tágabb értelemben vett közgazdaság, tudomány, makroökonomia között. A munkái nagyon erőteljesen megjelentek a mindennapi életben, a mindennapi gyakorlatban, és ebből szeretnék itt a mai alkalommal egy pici ízjelítőt adni, ugyanis a munkáik hasznosítására számos olyan programot alakítottak ki, olyan protokollokat írtak meg, amelyeket a gyakorlati élet hasznosított. Nos, Milgram és doktori témavezetője Wilson alakította ki például azt az árverési protokollt, aukciós árverési protokollt, amelyel a Federal Communications Commission Amerikában eldöntötte, hogy melyik telefontárosság melyik frekvenciát kapja meg. Ez egy nagyon fontos kérdés volt ugye a mobil telefonrendszerek kialakításának korszakában, hogy az állam által biztosított lehetőségekkel melyik cég hogyan, milyen formában, milyen feltételekkel tud élni, és ez egy olyan árverési protokollt kellett kialakítani, amely biztosította a társadalmilag is hatékony megoldásoknak a kialakulását, és ugyanakkor természetesen hát jelentős bevételekhez is jutatta a költségvetést. Milgram irányította a 2016-17-es ösztönzéses aukció tervezését, amely egy olyan kétoldalú akció volt, ahol a tévétárosságoktól vettek át frekvenciákat a vezeték nélküli szolgáltatások részére. Ugye ez nagyon szorosan összefüggött azzal, hogy megváltozott a tévéprogramoknak a továbbítási módja, és ehhez egyébként már nem volt szükség a hagyományos frekvenciákra, és ezeket a frekvenciákat át lehetett adni más szolgáltatások részére, de természetesen itt is egy nagyon erőteljes árverési folyamat zajlott le. És végül, de nem utolsó sorban, tulajdonképpen ők alkották meg a spektrum aukciónak a fogalmát, amelyik egy lépés a piaci alapú frekvencia kiosztás és az állami tulajdonú frekvenciák privatizációja felé olyankor, amikor a kormányoknak szűkös erőforrások hatékony elosztásáról kell gondolkodniuk. Ez egy olyan modell lett, amit egyébként számos ország átvett, és ez alapján osztotta ki például a frekvenciákat, de más árverési területeken is megpróbálták ezt alkalmazni. Így többek között Kanadában, Németországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban, az Amerikai Egyesült Államokban, és érdekes módon hozzánk legközelebb eső Szlovákiában is alkalmazták a modelljeiket, ami azt mutatja, hogy ők azon sikeres közgazdászok közé tartoztak, és olyan sikeres díjazottak közé tartoztak, akiknek a munkái valójában a gyakorlatban is megállták a helyüket. Tehát nem csak az elméleti munkájuk vált nagyon jelentőssé, hanem olyan klasszikus megoldások, gyakorlati megoldások is születtek, amelyeket számos országban, számos területen lehetett alkalmazni. Lehet, hogy ez magyarázza azt, hogy ez a díj most egységesen erre a területre ment, és két az ezzel foglalkozó embert díjaztak
ezen a területen. Én röviden ennyit szerettem volna elmondani a munkájukról, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm én is az összefoglalót. Az előadóidés végére értünk, úgyhogy én ismételten szeretném megköszönni az összes előadónak a lelkiismeretes felkészülést, azt, hogy bemutatták mindezen tudományos eredményeket. Köszönöm szépen a hallgatóságnak, hogy együtt lehetünk, hogyha így az online térben, akkor az online térben. Szeretném felhívni még azért a figyelmet, hogy a WEAF honlapján megtalálható az ásványtudományi iskolának, téli iskolának a programja, ez majd péntek-szombaton lesz elérhető. Jó? Tehát akit érdekel a téma, nem csak ásványokról lesz szó, Balatonról is, az nézze meg a programot, a honlapon megtalálható. Ezzel együtt köszönöm szépen a jelenlétet, és mindenkinek további szép napot kívánok.